sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. FM-en. 6 óra múlt 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. 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 Drága hallgató. Hűvös a reggel. Az. De nem csak kint, itt bent is. Mi van? Itt hagytunk ablakot, elzárták a fűtést, nem fizettük a villanyszámlát, kikapcsolták a gázt, betörtek. Ebben a sorrendben. Bár a betörés még nem biztos, lehet, hogy csak kölcsönvetés. Van egy lyuk a falon, bemásztak, elvittek valamit, nem lehet, temették be a lyukat. Kidőlt egy rács. Ez az. Istenem, meg is érdemeljük. Á, nem a kivi. Hiszen péntek van. Hoztam kivit. Igen? Nem nektek, magamnak, csak megmondtam. De jó, hoztál magadnak kivit. De jó, fia, hozott magának kivit. Istenem, de jó szívű vagy ma itt. Elő. Fogadjunk, nem mered a pult fölött megenni. De hát, igen. A pult fölött soha nem eszik senki. De ez nem morzsáz. Ez igaza van a Janinak. Meddig jó egy kivi, gyerekek. Olyan puha, olyan taknyos, olyan csofat, aha, vagy csofat, vagy nem tudom, hogy hello. Ez már ilyen nagyon-nagyon hello? Hát vagy... ahogy nézem azt a ráncot a rajta, az... Ez már patrany, vagy uhu, vagy kehe, vagy nem is tudom, most, mi ez. De. Most már én nem bánom annyira, hogy nem hoztál nekem. De szívesen megkívánok benneteket, a gyerekek, most én átálltam a reggel gyümölcs. Aha. Reggel gyümölcsre. Ez a kocsiban jó, volt? Azt mondta, kocsiban volt egy 4 hete? Vagy? Igen, most találtam meg. Igazán nem átálltam, most találtam meg. Igen, ott volt az autóban egy ilyen 4-4,5 hete, amikor megvettem a gyereknek, hogy majd eszik belőle. Na, ebből nem lett semmi. Viszont most megtaláltam. Na. Feri, mit szólsz hozzá? A kivihez? Ugye? A kivi, hogy most te se bánod, mert ha ilyet hoz magának, miért hozna neki? Két kikapart éjjad. Kicsit hasonlít valamire, na, amit egyébként a Berki Krisztián kivasaltatott. Mi ez? Meg is van? Ezteket hoztam. Meg is hámoztad? Na, az egyik leesett, és azonnal szét is robbant, mert annyira érett már, hogy már egy leesés se bír ki. Idd meg! Egy harit? Mert olyan állapotban van már. Sova, igen. Facsard be. Nincs, de már reggel benyomtam egy banán, gyerekek, úgyhogy uh-huh, és egyet meg is ettem. Akkor úgy, ti hozzá, már meg? Csak a humor. Jaj, Istenem, még vibragyűrű is lenne rajta. Az, jó lenne. Na, mi újság van? Napfogyatkozás? Ma? Hoppá! Valaki na, árulja melyik kérdésre el. Válaszoljuk, melyik felvetésre először? Na, mi újság van, hogy a napfogyatkozása? Napfogyatkozása. Az van, 9:30-tól megyünk ki. Aki, úgy, így van, Budapesten 10:48-kor fog tetőzni a történet, úgyhogy mehetünk ki. Hogy emlékeztek 99-re, amikor teljes napfogyatkozás volt, mindenhol lehetett szerezni napfogyatkozás szemüveget. Egy csomó napfogyatkozás újság... elleni szemüveget. Napfogyatkozás elleni szemüveget, egy csomó újság melléklete. Most akartam szerezni. Nem kevered valamilyen mozi melléklettel, amiben 3D szemüveget adtam? Nem az keverem, volt. Az volt. Egy csomó újság adott igen, hozzá, így van. Meg rohadt életben, más is elveszik tőlünk. És most nincsen. Há, hogy nézed meg így a napfogyatkozás? Há, sehogy, hiányzik mindenhol. Ha belenézel, megvakulol. Csak hát, mondom. Nem úgy, feltétlenül. Ne, hát csak. Ha bele, így nézed. Nem, de nem feltétlenül, mert lehet csak 90%-os a károsodás. De nem, de lehet, és azzal lehet élni. Mindenki nézett már napba egy pillanatra, nem lett semmi baj. Ne mondjuk ezt, ne, mert valaki nem hülye szabad lesz és belenéz. Gyerekek, ne. Aztán majd jönnek ide. Tényleg ne. 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 Ne nézzetek ne, bele, a baj lesz. Ne. Tényleg baj lesz. Viszont ha majd jönnek ide, az épületre mellettük könnyű lesz elslisszolni, úgyhogy nem lesznek észre. Igen, szegények. Miről ismered meg, hogy valaki belenézett a napfogyatkozásba, hogy 10 percig tapogatva megy a fal mellett utána? Nem a, lehet. Nem lehet, tényleg nem, lehet. Szóval olyan frekóval működik, hogy az pont azt az ideget cseszi szét a szemedbe, ami ugye a látó ideg. Jaj. Hát tényleg, az nem jó. Tényleg nem jó. Jó. De ha valaki nagyon akar, akkor szerezze be ívhegesztéshez használatos védő bajzsot. Hát ott sem mindegyik egyébként, mert ott is vannak árnyalatok, hogy te milyen szemüveggel hegesztelsz, és van a 10-es erősségek vannak, hogy mennyire sötét ez a szemüveg, és ott is csak a 10x fölött jó egyébként. Tehát utána kell nézni. Fölkapod a nagypapa hegesztő szemüvegét, vagy a fater hegesztő belenézel, ugyanúgy megvakulsz, mert nem mindegy állítólag. Ott sem, hogy miért hordasz, milyen erősségű. Nagyon ívhegesztő. Aztán 10 akárhányas, 2-es, 3-as, valahogy innentől kezdve jó, ezek is állítólag meg vannak számozod, hát kevésbé érdemes, utána nézni a dolognak. Na. És egyébként még azok az annó valamikor 1990-es évek végén vásárolt szemüvegek sem feltétlenül jók, mert ezeknek is leér a szavatosságuk, hogyha itt-ott elkezd róluk lepattogzani az a bizonyos védőréteg, akkor már csókolom. Tehát, hogy senki ne használja ezeket a régi szemüvegeket se. Senkinek nem jó semmi? Hát nem jó, hát csak nehogy itten valaki nem megvan. Nézitek meg és kész! Ne nézzél oda. Tényleg miért nem árulnak ilyen napszemüveget? Csak mondom, hogy a Benni például óvodában van ma, kimennek szépen délelőtt. Van-e náluk napszemüveg? Magyarázd el 30 nem. gyereknek, hogy nem nézel oda, kicsim. Hát nincsen. A gyerek nem tud a napfogyatkozásról, legalábbis nem beszéltem neki semmit észre róla. Észre fogja venni, mi beszélgettünk róla, én készítettem őket, hogy nem nézünk bele. Ha na, csak na igen, néni. Innentől kezdve tudod, tehát, hogy de észre fogja venni, ha kint lesznek, ugyanis kezd elsötétülni majd az ég, érted? Uh-huh. Megye, tehát hogy mi van, mi történik? Ahogy hát...
mikor beborul a gyerek, áll és nézi a napot, olyan nagyon rémült, hogy eltűnt a nap. Szerintem ők annyira a játékban vannak, annyira aha, csúsznak, másznak át, kicsit be fog borulni. Egy perc aztán világosodik. Én direkt, az, egyébként azért nem mondtam neki, nagyon érdekli, ugye a planetárium voltunk, hogy pontosan ne az legyen, hogy áll a gyerek majd, és már mondogatja a többieknek, hogy na most na, kell nézni. Utólag elmondom, de a többi gyerek vigyán fel lesz ezzel értezve. Én egy kicsit tudatosan nem mondtam a Berének, hogy hogy ma van. De pont utána azért, mondod hogy... majd. Ma megbeszéltek. Hogy... Nagyon korrekt? Igen. De apa, miért nem láthattam? Há, nem szóltam. Ez az, és tudod, mi lesz? Napfogyatkozás így vagyok. Igen, csak én nézettem meg. 100 év múlva lesz a következő. Nem, hanem pont azért, hogy tudod, ne az legyen, hogy állnak, mit tudom én, a kis barátaival, aha, és bámulják a napot, nem vagy ott, nem tudod megvédeni. Nem hiszem, hogy az óvónők úgy vinnék őket ki, hogy nem há, szólnak, hanem nem hiszem. Vagy, vagy ott szereznek szemüveget. Mi a jó még? Kormozott szemüveg? Kamera obszkúra. Nem. Kamera obszkúra. Ahogy mondja Feri, kamera obszkúra. Igen, azt kell csinálni. De nem így hívják, illetve hívhatod így is, csak egyszerűbb azt mondod, hogy két papírlap az egyiken van egy luk, és háttal állsz a napnak. És áltereszted a lukas papíron a fényt, és akkor ki gyakorlatilag rávetíti a másik papírra a képét a napfogyatkozásra. Gyakorlatilag... És ha felveszem telefonra, és úgy nézem? Hát túlja a telefonod. Az a baj, hogy fogja a telefonod, és egy az egyben hozza majd. Belerakom a napba. És úgy nézem, az ugyanaz, nem? És ha szétégeti a kijelzőjét. Na ez az, ezt tényleg nem tudom. Én gondoltam arra, hogy fogod a telefonodat, és kvázi felveszed, ha ott van a nap fölötted, mert ugye nem mindenki látja majd a napot. Bár hát délben van az általában, az fölötted van, vagy 3-12-kor van a vége, és aztán azt mutatod meg a gyereknek. A hülyeség? Szétszedi az én kamerámnak nem hiszem. Nem. Az optikáját? Vagy ez a telefonnak csak az optikáját? Ez nem, visszaadja az. Ugye? Szerintem, ha ráfordítod a napot, akkor ilyen retted fényesség lesz. Hát, hogy nem bírja a luxot, vagy mit, nem tudom, mit, de valamit nem bír. Nem. A másik megoldás meg a tésztaszűrő, szerintem az a legviccesebb. Egy tésztaszűrőn keresztül átengeded. Hát van ott is egy papírlapod, igen, fogsz egy tésztaszűrőt, és ugye gyakorlatilag a jelenség megjelenik a papíron, de sok apró pici jelenség, mert ahány ponton átereszti, úgyhogy ez a megoldás, tésztaszűrő. Egyébként engem kösképpen nem is érdekel anyát ez a dolog. Anyád hajhálója. No, azt megkértem tőle, hogy hozzá. Nem is nagyon érdekel ez a dolog egyébként, rájövök. Ez egy túl hype-olt valami egyébként. 3 percig sötét van, hú, de jó, bele nem nézhetsz, mert megvakulsz, ne nézz föl, történik valami, de ne nézz oda, jó, de jó, újra világosan. Kicsorog a fogom, ez az ágy alá. Egyébként egy erősen túl hype-olt valami az egész napfogyatkozás szerintem. Tehát nincs ebbe ennyi, mint ahogy ma mindenki erről ilyen félbetépett állapotban örjöngve mondja, hogy Józsi, gyere a nap. Tudod, tehát, semmi, nem? De legalábbis... Józsi vagyok. Nem baj. akkor is elmegy a nap. Szóval én felszeki napszemeget, azt majd jobban elnézek. Aha, király vagy. Ez az a napszemcsi, amit nem találunk egy éve, mert elloptak? Nem, ez most megvan. Na. Nem, azt nem azt az valaki előtt, hogy törne le a kezed és rohadná meg. Jut a szembe. De nem hosszal. Pillanatban fölnézek és kész, ennyi. Aha. Jó. Legalább tudjuk, hogy mit vegyünk neked karácsonyra. Magvezetők. Egy fehér volt. Nem, napszemüveggel se lehet. Tehát, hogyha azt mondja, ja, hallom, nem volt olcsó, cat 3. Tehát, hogy ez nem elég. Tehát, nem. Hogy van, aki azt gondolja, hogy majd neki nagyon jó kis napszemüvege van. Annyira jó napszemüvege nem lehet. Sőt, a napszemüveg ugye azért rosszabb, mert ugye a napszemüvegben elvileg sötétebb van a szemednek. Mi történik? Kitágul a pupillát. Bizony. A pupillát pedig még nagyobb mennyiségben nyeri el azokat a káros sugarakat, amiket a nap kibocsát. Tehát a napszög az egy nagyon érdekes dolog, de hogy elvileg még károsabb, mert egy tágabb pupillával nézel bele. Hiszen a sötétet érzékel a szemed. Belenézel aztán a sugarak. A látásod pupillanádak. Na, majd hétfőn meglátjuk. 13-as, azt írják. Mondom azt. Én, hogy a hegesztőszemlegetnél is van így különbség. Nem mindegy, hogy milyen hegesztőszemleget veszel föl, így van. Tehát apádot 8-asra hegezgette, ott beleállsz a napfajtkozásba, beámulod egy fél órát, akkor utána és az semmilyen szemműtét nem oldja meg utána. Ha jó, valaki forgalmaz 13-as hegesztő szemüveg üveget, itt az Üllői úton veszünk 3-at. Komolyan mondom. Tényleg. Igazad, amit nem lehet kapni. Rádom a gyerekre, beviszem az óviba. Nagy pajzsal jön. Félek, hogy ez csak az üvegrész, ami 3-400 forint, tehát, mert ez ugye cserélhető a maszkokban, vagy a pajzsokban, a hegesztő pajzsban, de ha valaki erre jár 3 darabbal átvennénk. Tényleg, komolyan. Neked nem kell. Dobjatok be 3-at.
Elég nektek? Na, elmesélitek. Hogy olyan szépen volt. Beszéltek. Igen, jó, csak nem baj, hogyha egyébként közben én elhiszem, hogy 13-as. De azért tényleg érdemes talán oda csörögni a Planetáriumban, a Magyar Tudományos Akadémiához, a Magyar Csillagászat Országos Szövetségész, ha van ilyen. Jó, mert hát ha valaki megírja, hogy 13-as, de sokan írják. Tulajdonképpen 14-es, csak vicceltem. Úgyhogy ezzel nem viccelek. Ki mondta, hogy 13-as? Hát a Morning Show-ba. És mit lát maga körül? Írja rá, már nem látom semmit. A 30-as számról jött. Fél éve nem látom semmit. Na mindegy, gyerekek, szóval jó kis napfogyatkozás. Hát igen. Mikor lesz a részleges, vagy a teljes, mert most csak a részleges. A teljes az valami 80-ban. Ja, azt beszélt, aha, meg, hogy azt nem is nekünk elhussan ez a része a dolognak. Annak ott vége van, igen, mi? Igen. Na hát, ha. Na mindegy. Tehát most is gyümölcsel kezded a reggeleket. Lehet, hogy mondjuk te igen. Te hát, én nagyon-nagyon vigyázok magamra. Próbálok. Gyerekek, tegnap olyan retro élményem volt este, mert hogy kaptunk évekkel ezelőtt egy diavetítőt, és végre sikerült bele... Megtaláltad a Bravo Otto díjat. Hát, az már itt van, ment. Jó Istenem. A popcorn díjat a dogáláról fotókat találtam. Miért fújattam a vécét? Nem, csak fújattam volna. De hogy nem ez volt, hanem hogy kaptunk régen egy diavetítőt, amely lejtette valaki, és tönkre ment az égő. Vagy az izzó. Vagy mit tudom, mi van abban. A körte. És végre sikerült bele egyet szerezni, és tegnap gyerekek, én azt hittem, hogy a gyerek elhajt majd, meg körbe röhög, meg kiröhög. Vetítettünk neki Vikivel. Régi típusú a vetítő, tehát klasszik. A régi befűzős, tekerős, ollójel. És én azt hittem, hogy majd tud a gyerek így fölnéz, és na jó. Hagyjuk már. Apa. Számítógépen, apa. Tényleg, add már vissza a telefonodat, ha beütöm a kódot, kicsit Angry Birds üzök, azt elmegyek aludni, mondja a gyerek. De nem, olyan áhítattal nézte végig a brémai muzsikusokat, annál nagyobb áhítatban már csak én voltam. Tudod, de jó, tudod, tekertem a brémai muzsikusokat, majd megkapta tegnap a Holle anyót is. Azt nem szeretem. Én azt is nagyon szerettem. Figyelj! Hát a magyarázat a hóesésre, tudományos alapon. Sírsz a gyönyörtől, tehát a gyerekkorot köszön vissza, de tényleg, amikor tekered, ahogy ahogy a porszemeket megvilágítja. És mi nálunk fehér a fal, tehát mi úgy nyomjuk, hogy hanyat fekve teljesen, nincs vászom, mert semmilyen fölrövöm a falra, már tök jó. A filmet föltöszem, föllövöm. Fölrakod a melkasodra. A plafonra vetítesz? A plafonra vetítek, gyerekkel fekszünk, mintha egy réten feküdnénk, tudod, így nézzük, gyerekek. Hát a legnagyobb. A legnagyobb. Tehát a Holle anyót kétszer, brémai muzsikusokat még kétszer, tekersz, ollójel a végén. Csőzőrű. Milyen hangon hozott Holle anyót? Nincs hangváltat. Nincsen? Csináld meg, te imádják. Hát kicsit belemegyek azért, de nem vagyok ilyen, nem, de te ne egy Stanislav Kim módszerrel, ott nagyon izé átélem. Ne el, nem, nincsen ilyen. És akkor a rabló belenyúlt a parázsba, de ott feküdt a macska, és de. Vagyok külön szamár, vagyok kakas, vagyok cica, meg vagyok mint kutya, mert a kutyának még ebben a mesében neve is van. Ez egy új fajta értelmezés volt, mert itt vakmancsa kutya vagy a vakmancs? Vagy mi, ahol nem tudom, hogy hívják a kutyát. Mert az egyik szemére vak, tudod? Vakmancs. De a vakmancs az a sántaság, nem? Hát, hogy... És ez egy nász ajándék volt ez a diavetítő, tehát azért hamar várni kellett, egy kicsit még bedobtuk, 2009-ben volt az esküvő. De tegnap érdemes nekünk ajándékot venni, mert tegnap végre elkezdtük használni. Figyelj! Én azt hittem, tudod, hogy a mai iPad, számítógép, mese, Shrek, Gru, mit ilyen világ, majd gyerek hangosra rög, figyelj. Nem, én meséltem ezt neked, hogy ez a legnagyobb élmény. Lesötétíted a szobát, az már ilyen titokzatos, borzongatós rész, akkor apa elkezdi befűzni a filmet. Rosszul. Fordít, vagy csak. Na, fordít, igen, meg egy brémai muzsikusok fejlefél, gondolkozz, az egész filmen fordíts, vagy csak fordíts meg a filmet. Igen. Akkor nem tudok, hogy visszafordít az ollóját fölfelé. Az se jó, gyönyörű. Igen. Így. Úgyhogy nagyon nagy varázslat nekik, szerintem minden gyereknél, hogyha veszed a fáradtságot és elkezdesz vetíteni, de a hangot még hoz be, az akkor csúcsra jut, az tehát, de jó. Rendesen. Az igen. Ugye a mi korunkban nagy csúcs volt, de azért akkor még nem volt más. Tehát akkor azért ez a mozgókép is csak úgy, mert tekerted, de most már azért a gyereknek van elég impulzusa. Ahhoz képest ez elég fapad, de mégis. Sírtunk a gyönyörtől. Komolyan, akkor a retro volt, hogy nagyon jó volt. Meg tökre 24 volt, mindig így fennmaradt így a hangsúly, amikor azt mondta, hogy és a király, odalajhajolt a királyhoz, és pánk, és abban a pillanatban elég a film. És olyan, mint hogy igen, és akkor majd a következő rész, a jövő héten kedden. Tehogy is. Igen. És most már csak el kell hoznom anyukámtól, mert van nekünk otthon több száz a Telhetetlen méhecskétől kezdve. Most megborzogtál. A mindenit neki. A tücsök és a hangya.
Úgyhogy. Kellhetetlen mély. A gyerek a kezünkben van egész nap, azt sem mondunk, takarít, felmos. Nem lesz este vetítés. Zsarolható lett, és a kezünkben van végre, úgyhogy csak felsziszen egy decibellel hangosabban, már azt mondom, hopp, ugrott a tervetetlen mélyecske. Hoppácska. Nincs el ezüstó kincses. Micsoda, legnagyobb. Úgyhogy ez volt tegnap, gyerekek, egy jó kis vetítés veletek. Valami? Izgi? Tehát... Ezek után. Nekünk lemegy ma lesz teletetlen mélyecske, de ez is nagy. Ahogy én fogászata voltam. Már megint. Á, figyeltek. Vagy visszajáró vagy most? Aha, most igen, visszajáró vagyok, és így rendbe hoztuk Bernivel, a doktornővel, így az esti mese típusú fogmosásnak a károsodásait, mert ugyanis onnan tanultam meg fogatmosni, nem a fogász mondta el, hogy kell fogatmosni, most már elmondja, és szerintem mostani gyerekeknek ilyen problémák nincsenek, de hát annak idején ugye sokat nézted az esti mesét, és láttad, hogy a Maci hogy most fogad, csak vízszintesen, csak erőből, érted? Csak érdemes volt megfigyelni a Macinak a jobb bicepszét, hogy milyen volt. És sercegett, mint az a sörték. Elmostad a fogsorodon az összes zománcot, elsikáltad, na és most ezeket a károkat hoztuk így. És láttatok aranyosan a tükör előtt ketten, és együtt csináltátok? Volt egy nem, az a baj, másfél feje magasabb nálam, tehát hogyha hát rájöttünk volna a tükörnél, ő magát nézte volna, én meg semmit, tehát a falat. Vagy hát, más nézel. De nem felkapaszkodsz, vagy felugrasz, és milyen ugrással látod. Várjon, ne siessen. János, még 10 ugrás, és megvan a helyes mozdulat. És mindig csak ilyen csodálkozó szemöldököket lát. Vagy néha felnyúlsz, akkor a kezed, ahogy integethetünk el. Elbábozol valamit, tudod, kézzel. Csak most megtanult teljesen fogad most. Megtanítottak. Az jó. Később így soha, nem így 45 évesen csak megtanultam. Figyelj, most 50 éves vagy, itt az ideje megtanulni fogad most. Egy év múlva megtanulsz fürdeni rendesen. Alakul ez a dolog. Mi a titok? Azt az 5. X-et erőt. A titok? Aha, tehát egy valami csöpögtes nekünk. Fentről lefelé. Tehát így húz, így. Így, és nem pedig így, tudod, mintha az életedért sikálnál, tudod. De akkor is leelsikálom azt a szemfogat, ha beledöglök, akkor én azt hallottam, gyerekek, hogy egyébként csontállománytól függ genetika. Tehát van, aki rohadtul nem mossa, és egy lyukas foga nincs, súrolhatod, moshatod, gebethetsz, és az összes jó fogad ki van lyukadva. Mert simán. Hogy milyen a csontozatod, és milyen az állományod egyébként, tehát hogy öröklött genetika, csontállomány, nagyon nem tudsz mit csinálni. Persze érdemes jól fogad most, de nagyon sok. Tehát nem lesz tőle egy kevesebb lyukas fogad. Apámnak például 50 éves korában volt az első találkozása a fogorvos, akkor és nem azért, mert hogy nyakadig került. Az is egy bunyó után. Ráharapott egy ízére egy velős csontra. Ráharapott, és eltört az egyik foga. De az már az 5. volt, amit elharapott. Ez most nem jött össze, nem, az 5000. volt, amit elharapott egész életében. 50 éves kor a környékén valahogy mondom úgy sikerült, én szerencsétlenül áram, szevasz. De addig egyetlen rossz foga sem volt. Nem. Nem örökölted, mi? Na jó, de akkor nem fájt, nem bántott, aranyos figyelj, volt, kedves én volt. Én mindig azt mondom, hogy alapvetően az, hogy írtózunk a fogorvostól, meg hogy félünk tőle, szerintem egy egész generáció lettek ugye a fogorvosoktól, az hát bocsánat vegye magára, aki akarja, az a fogorvosok hibája. Hát hogyan, ez így van, az akkori fogorvosok hibája. Az STK hibája, az olcsóság hiánya, a fájdalomcsillapítás hiánya, az injekció megsporolásának hiánya, nincs, hogy 8-10 éves gyerekeket fúrnak, faragnak, amalgámmal tömnek úgy, hogy húszott ül kint, és hallgatja, hogy üvölt a Józsika. Na jó, akkor üvölt a Benedek, érted? Nem mondok mindig Józsikát. Hát ez volt. Se fájdalomcsillap, de lidokainak. Nem megyek be. Lidokainak kicsit megfújtak. Húzunk, fújunk, húzunk, szúrunk. Keretre tömtek, pénzt kaptak érte, nem adtak fájdalomcsillapítást, lesporolták, nem volt nekik, olcsóbb volt így, hogy nem. Most ez hogy lehet, hogy a mostani fogorvos nem az úgy adja be például az érzéstelenítőt, ha egyáltalán kérek, hogy nem fáj, hogy nem érzem. Amikor meg annak ide elmentük az STK-ba, emlékszem, hogy már a szúrásnál. Könyvbe lábadt a szemed. Már zokogva markoltam a karfát. Azok szerintem ilyen 0,5% fogorvosok voltak már, nem? Akik már csak így hobbiból tömtek. Utálta a gyerekeket, az elment fogorvosnak tömni. Tudod, jó, kínzom a kis rohadékokat. De Jannika, majd Mengele néni majd megmondja. Szóval körülbelül igen, de tényleg. Mengele néni. Nonsense, hogy 25 fogadat úgy tömték be, hogy nem kaptál fájdalomcsillapítást. Tehát, hogy te tényleg? Miért kellett azt is? Lekötöztek, beraktak, üvöltöttél, lefogtak. Hát azért nem ez a fogorvoslás, nem?
De hát nem is az egyel balra. Akkor azzal sincsen gond. Én csak egy tüdőszűrésre értem. Rohadj meg, hallgass el. Itt van és betömjük. Szóval igen, hát ez hú, de szörnyű időszak volt. Figyelj, én 5 évesen vittak, emlékszem a fogászati műhelyre, emlékszem, hogy hol volt, emlékszem, hogy a Kiszteli utcában volt, hogy hogy nézett ki az épület, hogy hol kellett bemenni, mert olyan traumatikus stressz volt, hogy nem felejted el, nem? Borzasztó. Ahogy várakoztál, és ahogy már bent áronkát már nagyon-nagyon tömték. Uh-huh. Azóta nem mersz fölmenni a Kiszteli múzeumban, mi? Azóta kerületben nem megyek. Amikor meghallja a hírekben. Új időszaki kiállítás, a Kiszteli. Jó, hát tudod, ha meghallod a nyálesszívó hangját. Oh. Hogy is van? Mit szoktam hozni? Azt, a nyálesszívó. Nem. A levegőszárítás. Igen, szárítás. Szárítás. Na nézzük, tudom-e még. Kérj egy kis szárítást. Vatta van a szádba, megkérdezem én, hogy János, kicsit rá kéne szárítsak erre a tömésre. Rokon, egy kicsit megszabált, szerintem a nyálesszívó egy picit eltűnt egy kis nedvességet a pofámból. Köszönöm. De ez nem nedvesség, ez a szárítás. Ja, mindig csináljon, mit akart, csak ne fájjon. Egy becsukott szemmel csinálja. Jó, doktor, annyira jó esett, hogy itt elő is egy kicsit pecsétes lett a slincemnél, picit még szárítaná, ha kérdezik. Na, milyen a szárítás? Zseni, nagyon jó, nagyon jó. És az, hogy ugye úgy indul, azt kicsivel indul, nincs nyomás. Hogy még ott csak nincs leveszi. Hát persze, és amikor rá... pedálra rálépünk és pedálozunk, hát az elején nincs nyomás azonnal, gyengén indulunk. Hallod? Ki van ezt talában? És annak idején egyébként, még ahogy hívják a nagy mafilm idején, amikor itt olyan Pirx kapitányok még ére készültek, egyébként így is ment. Tehát, hogy akkor tudod, így hozták az effekteket. Valahogy egy vihart azért produkálunk kell, már mindjárt fél egy van, érted, nem lesz mákos tészta a vizébe, ebédlő. Oda vettek, ezt elkezdtek egy ilyen hullámpapírt, vagy egy ilyen, hogy hívják, egy műanyaglapot rázni. Az volt a vihar. Ezek voltak az effektek, igen. Bizony. Na, azt mondja, hogy hogy állunk játékkal? Elbuktuk a hetet. 3-1. 3-1. Na, azért még üssük őket kicsit, nem? Mindegy, majd. Ezt a lapot kitépjük majd az almanachunkból. Igen, ezt a hetet elfelejtjük. Lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók. Jó Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Írjatok nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Tudod, senki se veheti el, ami csak a miért. Talán még újra kezdhetnék. Itt a szakadék bemér. Nem remél más, csak te meg én. Senki se veheti el, ami csak a miért. Lelőttük Ákos gyereket, nem szórakoztunk. Idézőjelesen. Most már igaz Ákosokból. 8 perc múlva pontosan. 7 óra, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. M3-as baleset és hatóság mentes. Jó járható, haladó, Szerencs utcánál van egy kis torlódás, meg még nem komoly, csak ékezet nélkül jött, és azért olvasom, úgyhogy meg nem komoly. Igen, 24 órás után Pistinek köszönjük. Az M1-es autópálya 134-es kilométerénél arabok, törökök sétálnak az árokban. Lehet, hogy menekültek, kérdezi Zsolesz, smiley-el nélkül, akkor ez valószínűleg komoly lehet, nem tudom. Hát M1-es? Nem tudjuk megítélni, 134-es kilométernél így van. Akkor már mindjárt vége, gyerekek. Tehát, akkor már ők sokat arról jöttek, keresztül vannak az országon, most már kifelé halad. Az jó, az igen. Jó hír. Budakeszi út lassan elesik. Ezt István küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok, Ákos vagyok, hello. Ne, Ákos, bá. Még egy Ákos. Még egy Ákos. Igen, hallottam lelőttetek, igen. Igen, Ákos, honnan hívtál minket? A távoli Budapesttől. Távoli Budapest. Jól van, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs, ha lehet. De hogyne, persze, nagyon rossz a heti arány, ha lehet így mondani. Egyszer játszottam, talán azt is elvesztettem, mm-hmm. Ugye? Szerdán. Nem, kilovagolunk most együtt, jó? Na, nézzük meg, hogy mire megyünk egymással. Igen, talán szerdán volt egy játékos, aki játszottam, igen, a BKF-ről. Mehetünk. Jani? 3 és 2 is fire. Itt vagyok, kérdezzek? Kérdezek. Fura így hallani titeket. Egyeté, jó? Jól van, hajrá. Na, akkor jöhet a kérdés.
Jó, rendben van. Régóta akartam kérdezni, hogy bírjátok reggelente elviselni ugyanazokat a zenéket, amiket lemennek minden reggel? Nézd, ez egy nehéz kérdés. Hát ez egyrészt sok hallgató azért lehetőséghez képest ritkábban hallgat minden nap. Mi mindig halljuk ezeket a zenéket, a hallgatók kevésbé. Hát ez nem a mi tisztünk. Akkor itt a vége. Eldönteni. Igen, szép volt. Csak egy szakmai kérdésre nehezen tudok válaszolni, úgyhogy ne kezdek el komolyan beszélni. Igen, igen, igen. A rohadt életben. Hogy jól nem kérdezel, én azt mondtam volna erre, hogy jól. Igen. Az, amit meg akartam magyarázni, igen, hogy igen. Megvédeni, úgyhogy megvédeni a rádiót. Igen. Azt akartam még kérdezni egyébként, hogy szerinted, de most akkor jó dolog az, ha valakinek a születésnapjára esik napfogyatkozás? Vagy ez jó vagy rossz? Hát, ez túl hype dolog ez a napfogyatkozás szerintem. Tehát ez egy ilyen, mindenki várja. Hát nincs olyan gyakran, igen. De igaz, nincs olyan gyakran, igen. De jó, az persze, hát. Csak ne szabadtéri legyen, mert mire elmegy. Az ajándékok, hol vannak az ajándékok? Igen. És mindent elvisznek a sötétben. Jó, Ákos, viszont ugyanis voltál, és ezzel bevitted nekünk a kegyelemdöfést olyannyira, hogy 4-1-re ki is kaptunk a héten. De belefér. Szuper. Tegyük azért nagyon hozzá. Szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy tudtam veletek játszani. Régóta próbálkoztál? Bevallom őszintén, hogy nem. Én párszor küldtem SMS-t, tehát nem az, hogy elsőre, néha küldtem azért SMS-t, de sose fűztem hozzá nagyobb reményeket, de mindig elképzeltem egy csomó olyan kérdést, amit majd megkérdezek tőletek, hogyha én kerülnék játékba, és ez a top listám élén állt, hogy miért kell mindig ugyanazokat az ennéket. Én őszintén szóval megörülök tőle, és tökre szeretném azt, hogyha érzékelni a rádió, hogy hányan halkítják le akkor a rádiót, mikor zenék mennek, és adják vissza hangot. Nézd, hát figyelj, ez egy vélemény, tehát hogyha tudod, ha mindenki ezt mondaná, akkor nem hallgatnának ugyanakkor ennyien, vagy a hallgatottsági adatok más mutatnának, hát ez egy szubjektív dolog, tudod, hogy kinek mi tetszik, de minden kritikát örömmel veszünk, és köszönjük szépen, hogy elmondtad. Én köszönöm, hogy játszottam. Ákos, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm. Köszi, ciao. Hát nincs mit, jó? Nincs mit. Hát nagyon szívesen. Hát tényleg. Hát igen, gyerekek, bocsánat, hát akkor ez így 4-1. Jó, viszont egy csúnya bukta. Csak hát mindegy. Jó, na. Mondd a heti átlagokat. 11-1, vagy 9. 9-1. Rátettem. Ne legyen annyira csúnya. Már az első. Következő két hetet, látod. A következő két hetet is megadtam magunknak, igen. Na. Egy érdekes témával folytatjuk 7 óra után. Ugye állítólagosan az iszlám állam kiberháborút indított Magyarország ellen, az egyik ismert magyar weboldal kezdő oldala cserélődött ki egy szunnita videóra, ami erre arra enged következtetni, ugye, hogy az iszlám állam hekkerei feltörhették ezt az oldalt, és több kérdés is felmerül az emberben. A legfontosabb az, hogy talán az iszlám állam is tudja már a szerepvállalást, és ez már egy azonnali reakció lehet arra, hogy oké, gyerekek, tudjuk, hogy akartok jönni, szerepet vállalt, ami, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen elfogásunkban, vagy likvidálásunkban, de már vettük a jelet, ti is felkerültetek arra az ominózus céltáblára, ami ott van, mondjuk Franciaország, Németország, nem tudom, Anglia, vagy akár az Egyesült Államok, nem? És hát azért megdöbbentő a dolog, mert általában ennek szokott folyamánya lenni. Igen. Ezt nagyon szeretnénk elkerülni. Igen, és megkérdezzük erről külpolitikai szakértőnket, Nógrádi Györgyöt, hogy mégis mit mond erről a feltörésről, ez egyfajta beszervezési kísérlet, hogy olyan oldalakat törnek föl, amit már sokszor hallottunk, hogy azt láthassák fiatalok, népszerűek legyenek, és esetleg be tudjanak szervezni akár magyarokat is. Ők csinálták egyáltalán, vagy éppen tényleg fenyegetési céllal jelentkeztek nálunk, hogy oké, fiúk, itt vagyunk. Akkor mostantól kezdve tényleg, ahogy mondtam az előbb, 10 céltáblák vagytok. No, úgyhogy erről kérdezzük Nógrádi Györgyöt, ami biztonságpolitikai szakértőnket. Ákos, hírei után. Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik. Tudik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 11
perccel szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, gyerekek, hát ha valaki nem tudná a napfogyatkozás, szemüveg nélkül nem megyünk sehova, nem csinálunk semmit, még egy pillanatra se nézünk föl, mert megvakulunk. Ez ebben a formában egyébként nem igaz, erős túlzás, de mindenki vigyázzon a saját szemére. A gyerekek kevésbé vannak veszélyben, hogy írja egy hallgató, hiszen ő lejjebb vannak. Ugye úgy, hogy... Sokkal távolabb vannak a naptól. Na miért még valaki komolyan menni, és azt mondja, Balázs azt mondta, a gyerek nincs veszélyben, hát akkor nézzél már föl, Jócsikában. Na, mit látsz, tehát anyád nem tud fölnézni meg, akkor... Na, most még takarom azt a menet, de mindjárt jön a csoda. Igen, mindjárt veszem a kezem. Szóval, hogy a gyerekekre is tessék vigyázni. Na, mit intézett neked, apa? Igen, az a legjobb egyébként, ha az ember nem is beszél erről nekik. Nem? Hát és hogyha fölnéz, azt kell kezdi nézni a kíváncsiságtól átitatva. Akkor meg csak jó, ha tud róla, nem? Hogy ne nézzem föl? Aha. Csak tudod, a gyereknek azt mondta, hogy ne nézz föl, kisfiam, de abba a pillanatban már fel is nézett. Hát ez úgy lehetett volna, csak mondjuk... Hogy otthon maradnak, nem mennek? Nem, hogy mindezt megbeszélni. Látod, erre jó az SMK. Na, mert volna egy körlevél. Egyikőtök sem beszél otthon a gyerekek a napfogyatkozásról. Az SMK-s körlevelektől mentsen meg engem az Úristen. Az Úristen. Olvasgatod őket, mi? Az Úristen mentsen meg attól, hogy SMK-sok engem körlevélre tegyenek, mert néha van ilyen, és az sose sül el jól, úgyhogy minden nap elmormolok egy halk imád. Előbb-utóbb te is megtörsz. Azt mondja, hogy pánikás jó reggelt, mondja egy hallgató, nem én mondom. Csepelen a Rákóczi úton, a temető után, a butor volt előtt igazoltatnak a szervek. Kamerát nem láttam, de azért óvatosan. A szervizes Józsi küldte nekünk. Kosdi lehajtó M2-es lézersóban, figyeljetek, Miskolc gömörű felüljáró trafipax 5 perc szerencsetlenkedés után elment inkább. Vagy nem tudta felállítani, vagy nem volt jó helyen, vagy talált jobbat. Az M1-esen Győr felé a 28-as, 29-es kilométer között a felező vonalnál egy nagy vasdarab van az úton, ezt Enci küldte nekünk, Enci drága vagy, köszönjük, mindenki vigyázzon, aki arra megy, és hát nincs más, nagyjából ezek a friss közlekedés hírek, rengeteg játék megfejt. És meddig tart ez a játék? A héten még a héten. Biztosan. Özöllenek a megfejtések, özöllenek. Három van egyszerre. Három játék. Nincs ezzel baj, csak egy kicsit nehezebben. Látom a közlekedés híreket, de jöjjenek csak a jó megfejtések, az a jó, ha sok boldog hallgatónk van. Na, iszlám állam, hát gyerekek, már nincs olyan ember, aki ne tudna róluk igazából, fura őket államnak hívni egyáltalán, szóval nézem, mindenhol így hívják, szóval nézek külföldi csatornákat, az Amerikai Egyesült Államok is így nevezi őket, ugye nyilván ők egy teljesen radikális terrorszervezet, de valahogy ez is sajnos bekerült a köztudatba, és ez már mintha kicsit így... Mi a név? Már hogy a névre célzom? A névre célzok, igen, hogy lehet egy ilyen radikális terrorszervezetet egyáltalán bármilyen forrában államnak nevezni. Hát nyilván ők hívják itt saját magukat, nem is jó ezt kimondani, de nem követünk el bűnt, ha ezt használjuk, mert hogy mindenki Európában, a francia sajtó, az angol száz lapok, a német lapok, mindjában mindenki iszlám államnak hívja. Gyakorlatilag nem véletlen nem a névválasztás a részükről, ugye ezzel egy picit próbálták legitimizálni magukat. Hogy, csak hogy ők nem ismeri el őket senki. Az, hát van ilyen a világban, viszont ők legalább ezt hirdetik saját magukról, már az ő néző szemszögükből tekintve ezt a dolgot, és ezzel próbáld azt mondani, hogy te állam vagy, szervezettel, ugyanolyan jogokkal, mint az összes állam a világon, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez nincs így. Igen. És hogy más legitim államoktól rabolszel területeket. Igen, de hogy így hívják őket, igen. Na, és ugye hát úgy néz ki, hogy egy kontingenssel mi is megyünk majd ellenük harcolni, hogy ez most jó vagy nem, erről mi már beszéltünk, hogy ez egy fölösleges kockázatvállalás, hogy nekünk menni kell, ugyanakkor nyilván, hát azért azt nem szabad elfelejteni, ugye, hogy hát a NATO tagok között Magyarország is ott van, és hát az Európai Uniós átlagot, ha nézzük, akkor a GDP is 2%-hoz képest, amit ugye minden tagállamnak tulajdonképpen a hadsereg fejlesztésére kellene fordítani, ahhoz képest azért mi jócskán elmaradunk, kvázi tulajdonképpen ez egy ilyen cserevállalás lehet, hogy oké, nem fejlesztünk 2%-ot a GDP-ből, de akkor mi most részt veszünk, ez egyfajta kötelezettség is. Másrészt nyilván azoknak is igaza lehet, akik azt mondják, hogy ezzel bizony felkerülünk a térképre, mert csak elég, ha két elmeháborodott mondja azt, hogy gyerekek, már ti is? Na jó, akkor most mi megyünk hozzátok, ugye? Tehát, hogy kell-e nekünk valahol ott a messzi Irak területén. Szerepet vállalnunk, mert ugye harcolni nem fogunk. Nem, konkrét harcról nincs szó, igen. Kiképzőtáborokat fogunk őrizni. Őrizni, igen. Na, és most a napokban lehetett hallani, hogy magyar honlapokat hekkelt meg az iszlám állam, és hát a dolog azért több szempontból is érdekes, de beszéljünk róla, és képzeljük el, hogy ez a szituáció mondjuk valós. Ha valós, akkor megkérdezzük rögtön erről majd Nógrádi urat, hogy mondja el nekünk, hogy mégis erről mit gondol, milyen fegyverekkel harcolnak, hogy szerveznek be, és egyáltalán lehet-e. De azért érdemes megnézni, hogy milyen honlapokat tölt fel az iszlám állam. Azért erről beszélünk. Oda ütnek, ahol igazán fáj.
Tehát, hogy véletlenül se a paksi atomerőmű honlapját. Vagy a honvédelem.hu. Vagy a honvédelem, vagy a miniszterelnökség, vagy bármit, bármilyen, nem tudom, politikai fórum honlapját, vagy nem tudom. Vagy nagy istenen rosszlányok.hu. Érted? Az ott lenne fölháborodás azért. Azon azért sokan fölháborodnak, igen. Vagy tényleg valamilyen, nem tudom, energiaszolgáltató, vagy gázszolgáltató honlapját, hanem egy nagyon... Egy kormány oldalt? Ne, várjál, egy picit ne kapkodj. Nem akarom úgy mondani, mert akkor van a honlap neve, hogy egy nagyon kevés pénzzel megvehető szállás oldalt tört föl az iszlám állam. Ne csinálj! Hát ilyenek ezek, hogy ezek így feltörögetik. Hogy mernek eddig elmenni? Szóval ez a dolog azért véleményes, tegyük hozzá a zárójelben. Mi úgy foglalkozunk majd ezzel, ha már hívjuk a profot, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy ez a dolog komoly, de lássunk kicsit mögé, és nézzük meg, hogy azért ez tehát kettő darab, 12 éves pattanásos kisfiú. Hát vagy volt egy nagyon durva félrefordítás a részükről. Tehát, hogy keresték azt az oldalt, amivel leginkább tudnák blokkolni egyébként a magyar netet. Vagy azt gondolták, hogy ez a megszállás, érted? És meg akarjátok szállni. Az iszlám államot, ti akarjátok meg. Na tessék. Google Translate. Lefordították szállás, megszállás, és kijött ennek az oldalnak holnap, és azt mondták, hogy gyere. Nem tudom, ezt most nekünk fel kell törni. Nézzük ezt a második esetet, amit te mondasz, hogy ugye miért ezeket törték föl. Azért ott is van két variáció, ha valaki viccelt vele, A, B, ha ez a bizonyos oldal ezt a reklámnak szám. Hát igen, erre gondolok, igen, hogy azért ez egy nagyon jó önreklám is. Sajnos hát érdekes dolog, hogy... Jó, mellé lőttek akkor. Hát azért ezzel reklámozni magad, hogy föl... A gyerekek. Nem véleményes? Nem, pont belefér? Ezt akarom mondani, hogy ugye az eszköz érdekes. És nem is akarjuk őket ezzel megvádolni, ez egy önreklám, csak játszunk el a gondolattal, hogy te ezáltal egyébként minden hírkereső 444-en, Indexen, Origon, mi van, hogy feltörték ennek és ennek az oldalnak a honlapját. Mit csinálsz? Egyrészt először odamész, és megnézed, hogy néz ki egy feltört honlap, ahol az iszlám állam azt mondja, hogy hello, itt vagyok. Nem? Aha, mert csak szkeptikus vagyok. Tehát én az iszlám állam agyával gondolkodom, én nem egy szállásokat közvetítő oldalt török föl azonnal. Tehát, hogy vagy önreklám, vagy belefutottak egy ilyen igen, hát egy olyan oldalba, ami könnyen feltölthető. Hasonló történelem morningshow.hu-val, hogy mindenki rólunk írjon aztán a jövő héten. Tehát, hogy véleményes a dolog szerintem. Most hogy gondolkozik az iszlám állam? Így gondolkozik? Hogy úgy megijedtünk. Biztos, hogy nem gondolkozik így. Az oldaluk mondjuk az az érdekes, hogy mi van most, ha beütöd. Nem mondjunk nevet, csak kíváncsiságból. Mert ha viszont napok óta nem működik, akkor az már nem biztos, hogy annyira jó önreklám, mert nem jutnak el hozzád a vevők, ugye? Na most ez az oldal azóta egyébként nem jön be. Aha. Nektek? Jaj, véletlenül az olcsóörömök.hu tud. ha te azt írod, hogy www, már akkor ez jön be. Nekem ez az oldal egyébként nem jön be. Nekem sem. Tehát valami azért van, mert hogyha te meghekkered a saját oldalad, az szórakoztató egy napig. Szórakoztató fél napig. Mindenki beszél róla, oda megy, megjelenik X hírportálon, amik nagyon olvasottak, és mindenki azt mondja, hogy jaj, szegény, nem tudom, ez a szállás közvetítő hírportál. De amikor napokig nem jön be az oldalad, akkor az már nem biztos, hogy jó, mert hogy üres az oldal tulajdonképpen. Tehát semmi nincs. Kvázi lebénult. Nem? Nem megy a dolog, nem lehet megnyitni. Innentől kezdve viszont az is véleményes, hogy ez most akkor egy önrekláme. Tehát a dolog érdekes mindenféle szempontból. Napokig nem bénítod le a saját oldaladat, mert az viszont meg már nem éri meg. Igen, lehet, hogy nagyobbat szólt, mint amit ők gondoltak. Tehát saját maguk ellen fordították a hackerük, és őt vakarja most a fejét. Jó, törölted az egész állományt. Te állat, mit csináltál? Azt mondtam, egy órára csináld meg, te barom. Az uglói címek sincsenek meg? Nem, semmi. Hülye vagy, mondtam, hogy ezt ne csinált. Igen, tehát lehet, hogy túl jó a hacker, aki egyébként ezt csinálta, nem tudom. De ugyanakkor azért önmagában, amit a különböző internetes portálok megjelentettek, hogy amikor feltörték ezt a honlapot, akkor azért ez nem nézett ki jól, mert hogy egy szunita harci dallal és egy arab nyelvű üzenettel törték fel. Tehát azért ez nem, hát igen, tehát az ingyen reklám se túl jó ízű szerintem. Nem, tehát, hogy nem. Ez csak mint vélemény, semmi az ember felveti, de látva ezt meg, azt mondod, hogy ez az oldal még mindig nem működik, azért itt szerintem kevésbé beszéltünk igen, arról. Igen, csak szerintem akkor nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy amellett, hogy tudjuk ezekről az emberekről, hogy hihetetlenül szélsőséges gondolkodásmódok, hogy az egyetemes emberi értékeket, a morális, erkölcsi és kulturális értékeket semmibe vevő népségről van szó, emellett azt is kijelenthetjük, hogy
hülyék, mint a seg. Szerintem nem így van. Bár én nem értek hogy sokat lehet? Az informatikát. Én elmondom, hogy meg ezt ide is miért hallgatom. Nem a legnagyobb nézettségű, legnagyobb látogatottság. Mert ott se ülnek túl okosak, és azt mondják, hogy fél lefutatunk egy programot, írja egy hallgató, nem magamtól vagyok ilyen okos, és megnézzük, hogy Magyarországon mik a legrosszabbul védett, legkevésbé védett, legkönnyebben feltörhető oldalak, és talált az ő programjuk mondjuk egyet. Tehát ez olyan, hogy ráindítasz egy robotot a feltörhető honlapokra, és neked kidob 10 olyat, ami kevésbé védett, nincs komoly tűzfal, és azt a te programod megeszi egy pillanat alatt. És a te programodhoz képest, hát most nagyon hülyén mondom, törsz föl egy oldalt, amit még te meg tudsz csinálni. Logikus, mert lehet, hogy az elműnek, az OTP-nek, amit tudom én, a miniszterelnöki hivatalnak, vagy a honvédségnek azért egy sokkal komolyabb védelme van. Kvázi kijön 100 oldal, és abból mondjuk egyet föltör, és ez az oldal, ez egy könnyen sebezhető oldal. Igen, volt. Csak, tehát, hogy ebben van ráció. Hogyha jók ezek a hackerek, akkor mondjuk hacker agyal tényleg úgy gondolkodnak, de mondom, én tényleg laikus vagyok, és az, amit mondtál, illetve amit a hallgató ért, ez teljesen logikus, de hogy akkor megnézek egy ilyen top listát Magyarországon, hogy mik a leglátogatottabb honlapok, és akkor szépen végigpróbálgatom az összeset. És próbálok meg egy olyanra feltenni egy videót, amit vélhetőleg a legtöbben majd látnak és hallanak. Ők úgy gondolkodnak, és egyébként jól csinálják, hogy ennek olyan hírértéke van, hogy egy kicsi oldalt is mindenki átvesz. Tehát innentől kezdve egyébként mindenhol ott vagy, az iszlám állam feltört egy magyar honlapot, és ott van egy szúnyibe üzenet. Tehát nekik nem is kell félelmetesebb nyilván, ha ezt mondjuk megcsinálják egy kormány oldallal, vagy egy a honvédség által üzemeltet oldal, mert azt mondod, még ezt is fel tudták törni. De tulajdonképpen most erről mindenki tud, hogy feltörtek egy oldalt, tehát a célt elérték, beléptek a privát szférádba, itt vannak, ha ők azok valójában, és nem tényleg valaki mondjuk ezzel szórakozik, mert 20 éves, és ezt jó poénak gondolja, hogy otthon most mondjuk a frászt hozza a magyarokra, és azt mondják, hogy gyerekek, itt vagyunk. Csak tudjatok róla, hogy most akkor benneteket is figyelünk, célpontok lettetek. Tehát egy ilyen üzenete is van, ezért érdekes a dolog, nem teljesen egyértelmű, hogy mi történt. Ha föltörsz egy honlapot, akkor van olyan informatikus, aki ezt nem... Tehát a föltörés maga az egy adott időpillanatra vonatkozik, de amit oda föltesznek azok, akik föltörték, azt te, mint a honlap tulajdonosa nem tudod leszedni? Vagy egy jó ítés nem tudja leszedni? Le tudja, ugye? Ez úgy kell, hogy itt sül egy IT-s, meg ott is, és a két IT-s harcol egymással. Tehát ennyi nagyjából ez. Akkor én megvédtem, akkor tűzfal, akkor én nem értek hozzá, tehát ez nagyjából így zsűre nézünk. Ezt véd ki, rohadék. Igen, ezt kap ki, és megnyom az F12. Három napja ez megy, ez a sztori, vagy kettő napja, nem tudom, mikor törték föl. Föltörte az iszlám állam, az itteni IT-s leizzadt. Te, mint honlapüzemeltető, nem hívott föl Magyarország legjobb IT-sát, hogy tesa, gyere már, nyomjál már egy alt-control-delt, vagy amit kell, és álljon már vissza az oldalam, hiszen nekem az bevétel kiesés. Érted? Jó, most a kérdés, hát van, most már a témák, amiben én azért én Mariannárok vagyok, na, az egyik a hackkelés, az IT és a programok feltörése. De hívnál egy profit, hogy tegyük rendbe az oldalt? Hát nálam addig föl nem állna, amíg nem tenné rendbe. Hát, nem biztos. Hívnék, ha leültettém, és három napig ott ül egy infúzióra kötve. Tehát olyan nincs, hogy nem működik el. Azt a választ nem fogadjuk el, hogy ezt nem lehet megoldani. Tehát nincs olyan, hogy nincs, vagy hogy nem. Na mindegy, jó, írjanak nekünk IT-sok. Lehet, hogy hírek után valakit megszólaltatunk. Most ugye Nógrádi Györgyöt hívjuk, de kíváncsiak lennénk egy olyan ember véleményére, aki ért hozzá, hogy ő ezt mondjuk kívülről hogy látja. Mit gondol erről? Nézzétek meg ennek a honlapnak az oldalát, azóta nem működik. Szerintem ez már azért túlmutat azon, ha ez önreklám lenne, szerintem nem az. Hogy ez tényleg mégis hogy működik? Valójában tényleg két informatikus ül valahol Kurdisztán területén, a messzi Irakén, nem tudom, X részén, és Magyarországon, és ők ketten egyébként vívnak egymással, és aki az ügyesebb, jobban képzett, jobb programja van, az felállítja újra a honlapot. Ez egy jó kérdés, nem? Hogy működik? Na, de megkérdezzük erről Nógrádi Györgyöt, a biztonságpolitikai szakértőnket. Jó reggelt kívánunk! Halló, jó reggelt! Tanár úr! Tanár úr, itt vagyunk! Ez elég nagy baj, a hölgy szebb volt, de nem érdekes. Jó, de ez egy rádió. Halló! Én úgy szeretem, hogy a tanár úr mindig ilyen csalódott, amikor mi egyszer csak megjelenünk. Annácska hangja csilingelő volt ma reggel is? Is, így van. A hangsúly az isen van. Na, mit mond erről a holnap feltörésről a tanár úr? Hogy látja, hogy ez egy hekkelés, vagy kamaszok szórakoznak, vagy lehet valójában tényleg az iszlám állam, és ez már egyfajta ilyen, srácok, látunk benneteket, tudunk arról, hogy jöttök hozzánk, hát kvázi itt van a válaszüzenet. A válasz az, hogy ez 99%, hogy vagy hekkelés, vagy egy hülye vicc. Én elkezdtem gondolkodni az 1%-on. Az egyik az, hogy a nagy szállodák csinálják, hogy lejárassák a szálláshelyeket. A másik az, hogy miután az iszlám állam a Boko Haram vereséget szenved, tehát amere ők vannak, elképzelhetőnek tartom, hogy Magyarországon le akarják járatni a szállásokat, hogy olcsón idejöjjenek.
Jó, igen, jó, oké, nézzük azt, ami a tanár úrnak nagyon megy. Ha mondjuk az 1% igaz, és ez egy valódi fenyegetés, akkor mi a kiinduló pont? Vagy akkor... akkor az, hogyha valaki valamit fenyegetne, az pártok lennének, minisztériumok, miniszterelnökség, titkos szolgálatok, erről és nem ezek. Tehát ennek a valószínűsége gyakorlatilag nulla. De ez egy nagyon jó poén, mert fölhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon szálláshelyek vannak, a szálláshelyek olcsók, és érdemes idejönni. Ez egy kiváló reklám. Az nem lehet egyébként, hogy kevésbé védett tűzfalakat keresnek az iszlám államnak a hekker és az értő párt katonája, lehet így mondani, és kidobta ezt az oldalt, és azt mondták, hogy jó, akkor törj föl, úgyis átveszi a komplett magyar sajtó, hogy belépett az iszlám állam egy honlapra? Nem gondolkozhatnak így? A magyar sajtó természetesen mindent átvesz, ami iszlám állammal kapcsolatos, de akkor már olyan honlapokat keresnének, aminek valami súlya van. Tehát ennek a legkisebb súlya sincsen, de még egyszer, aki ezt csinálta, az feltételezhető, valamit tud Magyarországról, vagy magyarul. Tehát aki ezt csinálta, az még egyszer, az valami magyarországi vicc, sztori, bármi, tehát ennek biztonságpolitikai rizikója nincs. Ez nem üzenet arra, hogy ne menjünk Irakba, ez nem üzenet arra, hogy változtassunk akármin, ez egy 24 órás hír, és a világon mindenki fölkapja, mint minden ilyet, de 24 óra múlva lecseng, csak akkor jön az, hogy Putyinnak gyereke született, de a gyerek nem tőle van, bár a nő vele jel, hogy a Nyemtok barátnője Svájcba vetett el a gyerekét, néztem a csajt, én is átvenném, tehát nagyon sok mindenben van ilyen 24 órás hír. A Nemcov haláláról fél óránként mást mondanak, most azt mondják, hogy azért tölték meg, mert bírálta a francia szatirikus lap elleni merényletet, ennek a valószínűsége szintén nulla, tehát a világ sajtó tele van ilyen hírekkel, amelyeket ember elolvas, egy jót nevet rajta és megy tovább. Jogos, hát ez is lehet. Erről is beszéltünk, lehet, hogy a tanár úr nem hallotta, vázoltuk mi is ezt, igen, hogy akkor, ha már az embere föltörne honlapot, valószínűleg egy komolyabb honlapot törne föl. Ha valaki föltör egy honlapot, akkor célja van. Nem lehet az a cél, hogy a magyarországi szálláshelyekre betörjön, mert egy átlag magyar állampolgár sem ismeri a magyarországi szálláshelyeket. Na most, ha azt mondanák, hogy valamelyik szomszédország csinálja, hogy a turisták oda menjenek és ne hozzánk, annak még valami értelme lenne, de hogy az iszlám állam Irakból, Szíriából föltöri a magyar honlapot, hogy nem Hátrafüredre menjünk, hanem 200 kilométerre arrébb, ez egy baromi jó poén reggel, de ennyi. Tehát ennek biztonságpolitikai rizikója gyakorlatilag nulla. A csehek. Prága. Féltékeny. Prága, Budapest harc. Most végre átadták a Várkertbazárt. A honlap viszont azóta se üzemel. Ez se lehet jel? Vagy ott egyszerűen egy bénaságról van szó? A Várkertbazárt átadták, és a csehek lépnek. Ez elképzelhető, ennek egy dolog mond ellen, hogy én nagyon gyakran vagyok Prágában, és Prága olyan csodálatos, és úgy tele van külföldiekkel, hogy nincsenek ráutalva. De az lehet, hogy Prágában van néhány rész, amelyiknek nem megy ilyen jól, és ők csinálták. Tehát a prágai külváros támad. Valamelyik külváros, így pontosítsunk, igen. Ugyan tőlünk picivel távolabb vannak, és köztünk van még Bécs és Pozsony is, de ez a lényegen nem változtat. Ennek már a valószínűsége 0,2%, tehát közeledünk az egyhez. Na, de ha egy pillanatra komolyra fordítjuk, azért ez a tunéziai dolog, azért ez megint megdöbbentő. Tehát pontosan tudják már, hogy mivel lehet félelmet kelteni. Félelmet kelteni nem azzal lehet, ugye, hogy katonákat kapnak el, hanem most már abszolút a civilek ellen fordultak. Ugye állítólagosan azt mondom, hogy az iszlám állam ezt magára vállalta. Hát nagyon jól érzik, hogy hol kell lecsapni, mikor kell lecsapni, és mi a legnagyobb hírérték, az ártatlan turisták. Na most ez viszont életveszély. Tehát a következőről van szó. Egy. Tunézia nemzeti jövedelmének 7%-a a turizmus. A valóságban sokkal több, de a többit ellopják. Kettő. Mi a probléma? Hogy 4 éve az arab tavasz Tunéziában indult. Mi a fő baj? Hogy sehol sikert nem ért el. Ugyanaz a korrupció van, ami korábban volt. Ezért a középosztály rendkívül elégedetlen. Na most zárójel, meghalt 20 ember, ez szörnyű. Egy buszbalesetben is ennyi meghal, de az más. Mi volt az alapcél? Hogy a turistákat elüldözzék. Mi a válasz? Az olaszok már bejelentették, hogy egy hónapig nem jönnek. A németek nem mondták az utakat. Máshogy fogalmazva, nő a bizonytalanság. Ami érdekes, és erről egyszer érdemes lenne beszélni, hogy a két viszonylag demokratikus arab országból, Tunéziából és Marokkóból áramlanak a fiatalok az iszlám államhoz, mert ott nem találják a helyüket. Mi a másik, amiről tudni kell, hogy minden ilyen állam a célpont. Tehát ha én terrorista vagyok, ezekben az államokban bármit meg tudok
megcsinálni, mert a rendőrség, a hadsereg, a titkosszolgálat nem áll hibás a magaslatán. Egy dolog nekem tetszett, hogy a helyi lakosság körbe vette a múzeumot, hogy ők fogják el a terroristákat, és az az egy paliakkal kezükbe került, kis jelmet nincselték. Hát, igen, csak azért kicsit rosszul halljuk, talán, hogy arrébb jönne, vagy kijönne a konyhába, vagy nem tudom, hova mentek. Hűtőbe. Hűtőbe, igen. Csak közöttem. Aha, aha. Mákon, de akkor kimegyek, rendben van. Igen. Kimentem. Most igen. Jó, most jó. Köszönöm. Igen, csak ezek az esetek azért azt is megmutatják, hogy ezek az emberek hiába lesznek aztán elfogva, adott esetben bírósági elértve, vagy éppen meglincselve. Tehát gyakorlatilag ez a dolog nem érdekli, hiszen leginkább ezek ilyen öngyilkos mentalitású terroristák, akik úgyis tudják azt, hogy elkapják, hogy belehalnak az eseményre, ők egyszerűen csak meg akarják mutatni, hogy bármikor bármit megmernek tenni. De azért meri megtenni, mert nincs esélye egy valós jobb életre. Tehát egy tunéziai egyetemista, ha nem megy el Nyugat-Európába, ahol egyiké megvetik és gyűlölik, otthon marad, mint orvos, mérnök, tanár, pedagógus, elképesztő nyomorban él, és látja azt, hogy a tenger túloldalán, hogy élnek az emberek, és ez a vágya. Tehát szörnyű nehéz ez a helyzet, mert az alap dilemma az, hogy a CIA főigazgatója közé tette pár napja, 90 országból eddig 20 ezer ember ment el, hogy harcoljon az iszlám állam oldalán, és korlátlan utánpótlással rendelkeznek, pontosan azért, mert a helyzetük reménytelen. Ez a probléma. Az én problémám az, hogy a világ ezeket a problémákat nem tudja megoldani. Felületi kezelés lehetséges, de ennek kívüli hatása nincs. Máshogy fogalmazva, jelentős változás nem várható. Szét lehet verni az iszlám államot, de akkor fog jönni egy újabb szervezet, aki megpróbál valamit csinálni. Amit csinálnak, az nem demokratikus, jobbtalan, stb. De olyan fokon nincs esélyük az életre, hogy számukra az élet és a halál, és a vallásuk miatt is teljesen más jelent, mint egy európai kultúrkörben. Hát és az a legmegdöbbentőbb és a legszörnyűbb, amikor egy ártatlan civilek, turisták ráadásul, ez hihetetlen. Egyébként mindig az ember felkapja a fejét. Tényleg, igen, az igazán a találnunk egy buszbalesetben is valójában ennyien, csak amikor tényleg azt helyezem, hogy ártatlan turisták, és bármelyikünk, bármelyik magyar akár ott lehetne, vagy az anyukája, az apukája, a testvére, vagy a saját gyereke, ez innentől kezdve válik igazán dermesztővé. Amiről már sokszor beszéltünk, hogy nem valahol messzi országban, hanem itt a környezetünkben zajlik, akár a hétköznapokban is, az ember elmegy nyaralni. Reméljük még országhatáron kívül történik, de hát kérdés, ez mikor jön aztán országhatáron belülre, igen. És azért elnézést kérek, Magyarország esetében jönnek a migránsok Szerbiából, jönnek a migránsok Ukrajnából, és a magyar határtól néhány tucat kilométerre terrorista veszély van Bosznia-Hercegovinában. Új helyzet van, és a magyar lakosság ezzel még nincs teljesen tisztában. Igen. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük, megszólaltatunk még a hírek után egy IT-s is, hogy elmondja. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, beszélünk. Annyit hagymagyok, hogy lányok szebbek, mint én. Nagyon rendben. Köszönjük szépen, Nógrádi Györgynek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük, viszontlátásra. Hát igen, érdekes, érdekes a dolog. Ákos hírei után, ha valaki hozzá tudnék szólni, nagyon sok SMS jön, lehet, hogy az is elég lesz nekünk, beolvassunk párat. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk Óven bácsival is a hírek után. Leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Fionát nyakon vágtuk. Monday morning. Oh, 3:48 múlt, pontosan egy perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek reggel, Monday morning. Itt vagyunk, és napfogyatkozás van ma, de nem is ez a lényeg. Mi az iszlám államról beszélgettünk egy kicsit. Felhívtuk a mi drága biztonságpolitikai szakértőnket, Nógrádi Györgyöt, aki mindig jó, most is jó volt. És egy meghekelt magyar oldalról, amivel kapcsolatban mi is sok mindent elmondtunk, hogy szerintünk is nyilván egyfajta olyan hekkelésről van szó, amit nem az iszlám állam követett el. De itt van Zoltán, egy webfejlesztő cég ügyvezetője, segít nekünk még egy kicsit kibogozni a történteket. Ugye pár nappal ezelőtt felkerült egy oldalra egy, hát tulajdonképpen úgy néz ki, mint az iszlám által hekkelték volna meg, szunita harci dal, és ez arab nyelvű üzenet fogadta az egyik szállást közvetítő portál olvasóit, és hát azóta feltör, vagy elérhetetlen az oldal, próbáltuk kitalálni, hogy valójában mi történhetett itt. Valódi hekkelésről van szó, vagy
egyfajta önreklámról, aztán ezt kizártuk, sokkal inkább arról ugye, hogy itt valaki szórakozik. Valaki ugye, és ebben erősített meg bennünket. És ezért rakta fel a Habala Inshallah Baklava című dal. Igen, ez némi betűzés után nekünk is feltűnt. Igen. A Zoltán, hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, hello. Te egy webfejlesztő cég vezetője vagy, ugye? Így van, így van. Na, neked erről mi a véleményed, csak kíváncsiságból, hogy ki, mi történhetett itt? Hát igazából az a véleményem, hogy egy ügyes 12 éves is meg tudta ezt csinálni. Tényleg? Egy, oh. Persze. Komolyan? Ez ilyen könnyű? Igen, hát ugye ez a weboldal, ez egy nyílt forráskódú keretrendszerre dolgozik, amire ilyen havonta, két havonta érkeznek frissítések, és hogyha ezt a frissítést nem hajtják végre, akkor borzasztó egyszerű belenyúlni ebbe a kódba, és belerakni képet, kicserélni képet, tehát nem kell egyáltalán hozzá diploma, meg minden programozó informatikus végzettség, egy ügyes tínédzser is meg tudja ezt csinálni. Aha, tehát én még azért ott vagyok, hogy Shift 2, Run, Shift 4, és aha, akkor load, és jön az Azték a Commodore 64-ben. Tehát ebből én keveset értettem, de akkor, és akkor hogy nem áll helyre az oldal? Tehát igen, hogy van, hogy ilyet lebénítanak, megcsinálj 12 éves aranyos kis patronásos kamasz, és aztán napokig ezt nem lehet helyreállítani? Hát amikor mi ezt észleltük, ugye a mi programozónk bele tudott ugyanúgy mászni, tehát ugye mert volt rajta egy nagy biztonsági rés, és ő visszaállította az oldalt, de amikor ez létjogosultságot nyerhetett volna, tehát pár másodperc rám le is lőtte a szerveresük, tehát az ő annak az oldalnak a szerverese le is lőtte az oldalt, tehát nem is lehetett éles. Tehát hiába javította ő meg, azonnal le is kapcsolták. Uh-huh. De mit itt csináljátok ezt az oldalt, vagy ti segítetek nekik? Nem. Mi, hát mi ennekkel foglalkozunk, és csak kíváncsiságból a mi fejlesztőnk felment rá, és akkor megnézte nyilván a forráskódban, ő teljesen ugye ért hozzá, és meglátta ezt a részt, mert mi is ezzel a keretrendszerrel dolgozunk egyébként, tehát a fejlesztés ez nagyon népszerű, és azóta lemelépett az oldal, mert előtte a szerveres. Tehát ők nem saját lehet. Maguk kapcsolták le az oldalt, ezért nem elérhető most. Így van. Viszont így van. Az nagyon érdekes, hogy azt ki tudod-e deríteni, vagy a te embered, hogy honnan jön a feltörés, tehát ki volt az, aki föltörte, azt meg lehet tudni? Meg lehet, de azt nem mi, hanem aki üzemelteti a szervet és a tárhelyet, azt tudná megnézni esetleg, de az sem biztos, mert ugye lehet, hogy proxy szervereket használt, ami azt jelenti, hogy nem azt a gépnek az IP címét használja. Na, tehát 100 gépen keresztül, ahogy a filmeken szoktuk látnia. Na, bizonyítsatok, mit tudtok, mondjatok egy oldalt, mit trollkodjunk meg egy fél órára, tessék. Hát... Na, várjál, hogy ne olyat mondjunk be, ami miatt. Ami nem konkurencia. Mondjuk azt, ami nem konkurencia. A hírekben. Mondjuk lent, tegyétek tönkre. Tudtok ilyet? Tehát most ha mondanék egy oldalt, egyébként fél órára le tudnátok zsibasztani őket egy picit? Hát majdnem biztosan igen. Majdnem biztosan igen. Figyelj, most ami ilyenket lezsibasztatják egy fél órára. A saját oldalunkat. Egyrészt tudjuk, hogy ki csinálja, másrészt meg most fél óráig nem lesz elérhető. Hát többfajta terhelés, többfajta támadás van. Van egy terheléses támadás, ami azt jelenti, hogy másodpercenként több ezer kérés érkezik az oldal, és a szerver gyakorlatilag nem bírja a kéréseket, és lefagy, leáll. Aha. Jó, hát ennél azért nagyobbat kellene dobnatok. Tehát olyat tudsz? Felraknátok egy részt a süsű a sárkányból. Na, ezt akartam mondani, hogy olyat tudsz, hogy a mi honlapunkra valamit az egyik sarokba egy plecsnit kiteszel fél órára? Meg kellene nézni, de lehet, hogy meg tudnánk. Na, írjatok fel valamit a morningshow.hu-ra. Jó, üzenjetek valamit. Valami nagyon csúnyán. Tegyetek ki a főoldalra, nézegetni fogjuk 10 percenként, hogy van-e már valami a morningshow.hu-n. Jó? Egy jelet, egy feliratot, bármit. Nyugodtan. Valami csúnyát. Jó? Jó. Hát, hello Feri, hát abban nincs semmi. Valami olyan, aminek van hírértéke. Valahol az oldalon, a főoldalon rejtsetek el valamit, megtaláljuk. Hackereljetek meg egy Rákóczi Feri képet, jó? És pucéran tegyétek fel azt. Úgyhogy ott állsz melletted, de tudod, meddig érsz, ugye? Legyünk mind a hárman mesztelenül a saját honlapunkon fél órán keresztül. Rakjátok rossz. Össze mesztelen férfi testeket a fejünkkel, és rakjátok ezt föl a honlapra. Hadd legyek nagyon izmos. Hadd legyek egy picit nagyon izmos. Én nagyon vékony szeretnék lenni, óriási vanggal. Jó. Nekem tök mindegy, csak távolságtartó legyen. Na jó van, nézni fogjuk, akkor valamit csináljatok. Jó, Zoli? Jó, oké. Köszi, figyeljük. Ciao. Oké, hello, sziasztok. Hello. Na, gyerekek, morningshow.hu-ra pattanjunk föl, aztán nézzük, hogy mi történik a saját oldalunkon. Na, reméljük, ha honlapot csetelő hallgatóink ezt hallották, számíthatok rá, hogy akkor most egy ideig nem fogtok csetelni. Egy ideig nem meneküljetek, igen. Mi meg Oben bácsival és Berunénvel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Oben bácsi és Berunéni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Pisti, honnan hívtál minket?
Hát én most kiskunhalsám, vagy olyan kiskunhalasom vagyok, árufuvarozó képességgel. Na, mit szállítasz? Hát ilyen lefolyószerelvényeket. Lefolyószerelvényeket? Mm-hmm. Igen. Azt a mindenségét neki. Jól van, régóta hallgatsz minket? Hát, már 3 éve. 3 éve kezdtél el bennünket hallgatni. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini, figyelj. Jó. Hopp, hopp. Ajajajajaj, ez micsoda? Hát, riasztó. Riasztó, lakásriasztó. Betörtek hozzájuk? Uh-huh. A birodalmiak most rontanak rájuk. Így van. Most nézzék körbe, hogy hol lehet a probléma forrása. Igen, mutatjuk, mit énekelek, figyelj. Ládanáj! Ajajajajaj. Ezt tudom. Ez... Nem nehogy, magyar, az biztos. Ne, hogy tudod, ne viccelj, mert nem butáskod. Köszi. Oj, mi a címe? La la la. Az, ezt szoktuk énekelni, megyünk, amikor hajnalban megyünk haza, abszolút. Haj. Jó lesz egyébként, jó nyomon vagy, hűlök, de jó nyomon vagy. Na? Oj, az a baj, a címét nem tudom. Na, mutatjuk még egyszer, hallgass meg, figyelj. La la la. Vagy oh, yeah. pedig tudom, csak az előadóját nem tudom. Hát nekünk jó a dal cím is. Egy csajének. Jó úton vagy. Az a nagyhajú, hogy tudják. Nagyhajú. Nagyhajú. Van meg a gyöngyhajú, meg a nagyhajú. A nagyhajú. Jaj, mindjárt mondom. Nyugodtan, addig mi a péntek, hogy bugit meghallgatjunk. Kicsit táncolunk, szeretjük ezt a zenét. És nyomja Feri! Ez az! Nyomja Gyani! Ez az! Táncolj kicsi! Kavarja rá! Ez az Feri! Ki dolá! Még egyszer kérhetném baj. Persze. La na 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 na. Miért nem mutatunk hosszabbat? Hát vegyük ki a bögrét. Kivettük a bögrét. Összetörtük. Jön a hosszabb, figyelj. La na 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 na. Hát ha ebből se. Az igazság, tudom. Aha, lehet, csak kaptam segítséget. Nem úgy tűnik. Lehet, kaptam segítséget, várjatok egy másodpercet. Na gyorsan, mert lejár az idő. Tina Turner. Az a kír. Ki volt? Igen, jó kis dal volt ez. Ki segített? A kollégám a Balázs, úgyhogy nagyon szépen megköszönném neki, SMS-be eldobtak. Mm-hmm. Ja, jól tette, köszönöm meg. Ha tudnád, hogy Balázs az még az akkor is tudta, vagy már akkor is tudta, még a bögre még benne volt a csomag. De megvártam, igen. Valószínűleg, igen. Direkt nem írt, igen, megvárta, hogy kivegyük a bögre. Most kaptam meg az SMS-t, úgyhogy. Pisti, megvan az ajándékcsomag bögre nélkül, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Nehéz helyzet az embernek, ott van a száján, de nem tudja kimondani, nem ugrik be. Igen, Tina Turner. Tudtam, hogy kiről van szó, csak nem ugrott be a neve. Úgyhogy azért voltam ilyen, nagyon gondolkoztam, mert még a dalt is szeretem egyébként. Igen. Köszi a játékot, ciao. Jó hétvégét, köszi. Köszi viszont neked is, hello. El is felejtettem, hogy péntek van, gyerekek, mindig elfelejtem. Nem olyan már van, repülnek a napok. De tök jó, amikor az emberek ennek így eszébe jut. Hát Monday morning. Mondja, Jani. Hogy tök jó, amikor az emberek az eszébe jut. Mert ha mondjuk az jutna az eszedbe, hogy passzus, megint hétfő van, azért az lelombozó lenne. De így, hogy péntek. Ez egy jó. 5 perc, pontosan 8 óra. Azt mondja, hogy napfogyatkozás 2 méteres 60-as cső egyik végén könnyök, másik végén kupak, rajta apró, nagyon apró gránát, 1-2 cm-es napkép, írja valaki, ez egy jó megoldás lehet. Semmit nem értettem ebből az SMS-ből. Nem is tudom, miért olvastam. Nincs is jelentősége. 4 perc, 8 óra, jövünk Ákos híre után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a
Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon. Péntek van, ma napfogyatkozás, ne felejtsétek el nézni. Én most két ellentétes időpontot hallok. Láttam most egy televíziót, ahol azt mondták, hogy 3:40-10. Aztán közben azt hallom, hogy 10 óra 45 lesz a csúcspont. Az, de hát elkezdődik. Igen, az a kezdési időpont, és akkor, hogy mikor csúcsosodik. Budapest 10 óra 48, Miskolc 10:52. Ja, mert azt hittem, hogy azt írod, amikor a leglátványosabb, nem azt, amikor kezdődik, mert akkor nem lát semmit. Tehát azt hittem, hogy van egy kis tévedés az időpontokban. Gyakorlatilag a beúszástól csúcspont, és aztán vége egy körülbelül 2 óra lesz. De megfelelő biztonságos eszköz hiány, ne nézzetek a napra, jó? Uh-huh. Minimum laska szűrő. Azt hagyjátok rám. Igen. Hagyjátok rám, majd én belenézek helyetek, és azt hétfőn Balázs elmondom. Majd hétfőn elmondja. Hétfőn elmondom, hogy mi lesz, hogy fölnézek egy másodpercre, attól sem baj, nem lesz gyerekek. De senki. Senki ne nézzen a napba. Azt mondja, hogy M5 Szeged felé a 110-es kilométerén van egy trafi. Fecó küldte nekünk, járomi belterületén baleset történt, és elterelik a forgalmat, ezt Mogyi üzente. Aztán Magyarszék mellett egy elpusztult ló az árokban, nyereggel a hátán. Tudja valaki, hogy került oda? Jó a kérdés, azért ilyet ritkán lát az ember, hogy ott fekszik egy ló nyereggel a hátán. Hát valaki alatt szegényként biztos elpusztult, és egyszerűen ott hagyta, nem tudott vele mit csinálni. Nem veszed le? Tessék? Azért egy nyereg se 2 forint, gondolom én. Attól függ, hogy milyen messze vagy, igen. Tehát, hogy... hogy marha nehéz, és akkor nem szív bele. Hát egy ideig lehet cipelni, nem könnyű a nyerget vinni, igen, attól függ, hogy milyen nyereg, de az nem egy könnyű. 5 kilométert kell még vele sétálni, és nem is tudod nagyon a válladra, mert elég rossz a fogása. Hát gondolom, megy majd vissza segítségért, igen. Aztán nézem még, hogy mi a helyzet. Útinfo, M7-es Tácnál Balaton felé beállt kamion árukészlettel. Méghozzá mindez az úton van, Marcel küldte nekünk, valószínűleg akkor ott felborult egy kamion. Megyeri út, Váci út felőli végén a benzinkútnál volt egy kocs, az egyik autót ott hagyták az út közepén, tuti, ami biztos, már alakul a sor. Ezt pedig Bankos Kriszta küldte nekünk, és az utolsó, az M31-esen, az 5-ös kilométernél M3-as felé sebességmérés. Na, mi a helyzet a honlapon? Ja, a honlapon egyelőre semmi. Semmi? Nem csináltak semmit? Gyerekek. Zavartalan, változatlan. Ilyen védett a honlapunk? Egyelőre még nem. Attól félek, hogy valami nagyon nagy dobás lesz belőle. Igen, van. Igen, olyan csúnya dolgot csinálnak 3-4-10-kor, hogy nagyon megbánjuk, hogy megkértük őket, hogy kicsit bénítsák le újra a honlapunkat, ezt minden évben egyszer eljátszuk. Na, de mit akartál mondani? Nem a honlap. Ja, semmi, csak az SMS-ek között találtam egyet, amire szerettem volna reagálni. Egyik kedves hallgatónk írja, hogy kamera oszkúrának hívják, és nem égetett ki a retinát. Azonos a papírra tett apró lukkal, fizika nem volt a kedvenc tantárgyad, írja valamelyikünknek. Most kedves hallgatónk, nem oszkúra, hanem obszkúra, és egyébként az első megszólalásunkban beszéltünk róla ma. Adtál neki. Nice, az teljesen ennyi. Jó van, megérdemeltem. Ha okoskodik valaki, okoskodjon úgy, hogy jót ír. Nem? Így tehát okoskodsz, de úgy, hogy hülyeséget írsz, az nem biztos, hogy annyira jó. Én, nem? Ha bizonytalanságot érzek, az erőben henkussalok. Ha az a biztos. Vagy úgy okoskodik az ember, hogy 100 helyen is, 100 év is utána néz. Azért írta így, mert az iPhone-on kiesett a B betű, a B gomb. Vagy beázott a telefon, igen. Na, ráfekszik a ló a nyeregre, nem könnyű levenni, ez meg a másik. Ja, igen. Aha. Egyébként ez igen, ez nem is egy... Tudom, nem vagyok szakértő. Lóban. De tényleg ez eszembe se jutott. Ugye hát eldől, na most a nyerget még letudod, de a kengyel az ugye bemegy a ló teste alá, akkor azt már viszonylag nehezebb egy kicsit ott leszedni. Jó a megfejtés, köszönjük szépen, ez eszembe se jutott. Nem csak nehéz a nyerek, hanem hogy oldalt fekszik a ló, és rajta van valamennyire a nyerge, nem tudod kifűzni, mert has alatt kell ugye bekötni. Illetve melós, mert egy jó szak is olyan nem mondja azt, hogy nem lehet megcsinálni, csak azt mondja, melós. Melós, így van. Na, ugye erről a következő hírről tegnap már beszéltünk, de csak néhány mondatot Feri vetette be korra reggel, és nem is nagyon görgettük tovább a dolgot, köszönhetően annak, hogy talán még Janival nem ittuk meg a reggeli kávinkat, ezt, hogy elmondtad, reménykedtél abban, hogy ebben mi úgy belekapunk, mert tényleg van benne egyébként kapaszkodni való. És aztán úgy délután eszembe jutott, hogy te mit is mondtál reggel. Hogy miről is beszéltél, te reggel legyet hétkor. Én ezt a műsort kezdeni. Akartam a fejem, magadtam a fejem, aztán átcsörögtem a Lacira hátadó emlékszem. Nem mondta ezt a Feri korra reggel, a kutya fáját, de mondta. És egyébként tényleg érdekes a dolog. Ugye arról az ominózus kecskeméti 10-es buszról beszélek, ami hát... Ja, nem szegedi villamosod? Ez egy kecskeméti busz volt, és a történet önmagában azért érdekes. Játszunk el a gondolattal, hogy történhetett. 10-es busz Kecskemét. A történet arról szól, hogy megérkezett a végállomásra, méghozzá Széchenyi téri végállomására ez a busz, és az Ikarus sofőrjét ugye igazoltatták a rendőrök, majd őrizetbe vették, mert hogy emberünknek nem kellett volna egyébként buszt vezetni. Emberünknek nem kellett volna buszvezető ruhában azon a buszon ülni. Emberünknek nem kellett volna utasokat szállítani, bemondani, hogy milyen megálló következik, bemondani, hogy hol tart éppen a busz, és vidáman A-ból B-be elvinni az utasokat.
mert hogy ő egyébként reggel 9 óra tájban beállított a Dél-Alföldi Közlekedési Központ Kecskeméti telepjeire, egyenruhában érkezett, oda köszönt a személyzetnek, gyakorlatilag minden további nélkül elkötött egy Ikarus 263-as buszt, ment egy teljes kört a 10-es busz vonalán, ízlelgessük azért ezeket, mert ez egyébként szerintem megdöbbentő, megállt a megállókban, amelyben egyébként meg kellett állnia, felvette az utasokat, és robogott tovább. Bemondta az állomásokat? Figyelj, imádom. Bemondta az állomásokat, nem lehet tudni egyébként, hogy aznap hányszor teljesítette a távot, mire aznap egyébként lekapcsolták, de senki nem tudja, hogy ment be, hogy vette fel a buszt, mit mondott a másik ember, aki azt mondta, hogy Józsi, hol a buszom? Igen. Hol a buszom? Lajos, 3.30-as, az hol van? Szervízben? Hát, de hogy reggel kivitte ki. Hát te vitte ki. Én mit egy hülye vagy, értem, most itt a bintás vagyok. Hogy a fenébe van ez tényleg egyébként, hogy valaki egyszer csak megjelenik? De tök patent módon csinált. Nagyon jól csinálták. Igen. De gondold el, hogy azért elkötni így egy buszt. Állítólag azt csinálta, hogy ő üldökélt egyébként sokszor ezen a járaton, és megtanulta az irányt. Tehát, hogy figyelte a buszvezetőt, szenzációs. Gyerek, kicsit ijesztő is ugyanakkor, hogy azért a Paris kizóid vagy nem vezet túl jól, azért a 10-20-30-an ülnek egy ilyen buszon. Figyelte a járatot, ült egy csomószor a 10-es busz útvonalán, jegyzetelt, megtanulta, és hibátlanul teljesítette. Kérd, hát kérem szépen, micsoda munkaerő. Jó, de azért a 4 méteres személygépkocsi meg a 30 méteres busz között van egy különbség, így vezetéstechnikailag. Nem gyengelt magának. És még egy kérdés. Honnan volt neki egyenruhája? Mert hogy abban jött, érted? Tehát sok kérdés van. Vett magának, vagy szerzett, nem tudom, mert egyébként a rendőrök, tehát a rendőr egyenruhát még ilyen boltokban talán lehet kapni, bár azt is szerintem nem lehet. Olyat, amilyen most jelenleg szolgálatban van, olyat nem lehet. Igen, egy darabig ez ment, lehetett kapni. Ilyenkor miért nyomoznak? Tehát mi a tehát, vagy mivel vádolnak majd meg téged? Jogtalan használat. Jogtalan használat? Veszélyeztetés? Veszélyeztetés, önkényes elvétel? Vagy mi történik ilyenkor? Mit mondanak? Hogy ez a három. Ez a három. Halmozottan súlyos a helyzet. Na de várjál nekem, most van egy BKV cuccom. Én azt valahogy megszerzem. A kérdés az, hogy azt se tudom. Én besétálok, én tényleg elkötök egy buszt. Hát azért játszunk el a gondolat. Bemegyek a telepre és azt mondom, szia Gazsi. Szia. Ül egy ember a soromponál, beenged engem, felszállok egy buszra, tudom a gombot, hogy hol kell megnyomni, ugye a lökhárítójánál van az a gomb elvileg, nem tudom, hogy minden Ikaruszon van-e. Benyúlsz, megnyomod alul, akkor kinyílik a vezető oldali ajtó. Felszállsz, tudom, hol a kulcs. Benne van a kulcs. Fogalmam nem lenne, hol van a kulcs. Hol a kulcs? A telephelyen belül benne, tehát a garázsból mondjuk kiáll a garázsmester, ha van ilyen, és akkor már kintről tudsz indulni a busszal. Akkor benne hagyja az. Hát vagy ez alapjáraton úgy ment, mint az ítélet napjába. A Terminátor 2-ben, ott van napellenző, ott volt a pótkult. A utasként mikor veszed észre, hogy nem igazi a sofőröd? Soha. Szerintem ők nem vették észre, hiszen tök korrektül ment a srác, mondott mindent, következik a Petőfi utcai megálló. De ő valami buszperverz volt, akinek ez volt a gyerekkori álma, hogy egyszer basszus elkötök egy BKV buszt. Fenn volt a bakancslistán, hogy ezt meg kell csinálni, hogy egyszer én vezetek egy BKV buszt. Ráadásul ez botváltós, amivel azért úgy küzdesz egy picit. Tehát ugye nem is automata, hanem azért rendesen, hogy pakolod egyes, kettes, hát azért ott észnek kell lenni. Ez egy igazi kőkemény fanatikus rajongó volt. Tehát ebben azért rengeteg munka van. Mire mindent elsajátított, főleg így, hogy csak hallgatta, meg nézte, meg ott ült, jegyzetelt, megfigyelt, összerakta az egész sztorit. Honnan vegyek magamnak egyenruhát? És azon gondolkozom, igen, hogy most beültetnének a kapust. Beültetnének egy buszba, el tudnám-e vezetni, de nem vagyok benne biztos. Ugyanúgy kuplung, váltás, indítod, plusz kulcs, semmi extra. Légfék, ez az, nyílik az ajtó, mikor nyílik az ajtó. Nem biztos, hogy ezt így elsőre meg tudnám ugrani. Tehát kellene azért egy 5 perc, nyilván nem repülőt vezet. Tesztet neki. Kössünk el mi is egy buszt. És jogsi nélkül tette mindezt, ebben az a megdöbbentő, tehát emberünknek nem volt jogosítványa. Elsőre szép teljesítmény. De semmi a B-kategória sem. Semmi, fölült a busz. Fölült a buszra, vett egy levegőt, azt mondta, anya, elmegyek, vezetek buszt. Persze, kisfiam, jóval leüljél, már mennyi dolgozik. Elment és vezetett buszt. Nem, mert gyakorolnia valahol kellett. Hát nincs olyan, hogy valaki beül aztán simán, és megáll a megállókba. Hát ott is azért érted, elnézi a távolságot, nem ismeri a féktávot, akármi, és itt ez hibátlanul működött. Meg eleve, mondjuk, hogy a mikrofon is, hogy be kell kapcsolni, jó, nem egy nagy trüváj, de hát... Azt írják egyébként, a cikk azért érdekes, mert azt írják, hogy felmerült a gyanú, hogy az elkövető a társaság egy vagy több munkavállalójától előzetesen tippeket és tanácsokat, esetleg segítséget kapott.
Ez hogy, hogy vezetek egy buszt, én mint hivatásos. Mögöttem ül egy csávó, aki tízszerre megy végig a tízes úton. Mit csinálsz, öcsi? Nézem, hogy vezetsz. Miért nézed? Akarok buszt vezetni. Állj ide mellém, gyere megtanítok. Én mondom, hogy mi micsoda. Kiképezte az ember, majd egyszer csak felvette a buszát? Hát valószínűleg ugye minden nap ott van, összebarátkozott, és akkor szépen bedumálta magát. Jó, és akkor ilyenekről dumálgattak egymással. Sanyi bácsi, az optimális féktáv, mínusz 6 fok alatt ott a Tolcsva utcánál, hallod? Hányra jár be dolgozni, Sanyi bácsi? Jaj, de csak 10-re jövök, a 10:30-es járattal indulok el. De valamikor egy kicsit korábban beszokott térni esetleg? Ne, 9:50 20 éve nem volt, de 9:50 ott vagyok, akkor én meg 9:40. Hogy a fenébe van? Hogy jön ki a garázsból, Sanyi bácsi? Elmondja, hogy oda kell inteni a portásnak, és kinyitja a kaput, a sorompót? És csak reggelenként csak úgy oda integet? Ez megköszön? Ahogy mondod, édesfiam. Ennyi, hát tudod, haverok vagyunk édes már. Édesöncsém. Hogy van az Ikaruszban a sebesség, azt tudja valaki? Ugyanúgy jobbra vagy balra előre az az egyes? Egyes, ötös. A klasszik, egyes, kettes, hármas, négyes. Hány sebességes? Hogy teszed egyes? Hol teszed egyébként egyes? Egyébként valószínűleg igen. Valószínűleg jobbra fölfele teszed egyesbe, hány? Vagy balra fölfele balra teszed? Balra föl. Én szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem jobbra föl van az egyes. Lefele a kettes, húzod magad. Visszafelé pakolod? Hát ha valakinek van egy B-kategóriás jogosítványa 20 évig is hozzá, ott balra teszed föl az egyes. Hogy van az Ikaruszon? Szerintem ugyanígy. Hát pont azért. És nekünk van jogsin. És fingunk nincs. Hát de pont azért csinálják meg ugyanolyanra, hogy nehogy utána, ha átszáll a személyautójába. De nem szállsz át, hát arra van külön képzés, az C és D és E, tehát nem száll B-s jogsival, azért ritkán vezetsz Ikaruszbuszt. De ha már dolgozó vagy, igen? Buszos dolgozó, hát leszálltál akkor a járatodról 8 óra vezetés után, átülsz a kis kocsidba. Jaj, ne, hogy ötösbe tedd azon, amikor nem hallsz. Ja, persze, és hozzáférni nem, hogy megállja minden másik utcánál. Elmondják minden végkedőző, hogy most már civilben vagy, ne állj meg a megállónál. Nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy ez hogy van. És egyébként, ha műszerfalat megnézitek, van egy rakat gomb, tehát nem csak az ajtónyitó gombok vannak, hanem egy csomó minden, amivel a légféket kell bepumpálni, vagy nem tudom, hogy legyen levegő a fék. Egy csomó. Láttál-e már ilyen kokpitet? Nagyon komoly sztori. Ilyenkor a cég egyébként utána nyúlhat, hogy nekünk ő kell. Uh-huh. Ha majd kijön a sítőre. Tehát, hogy mondjuk nem ültetik le, valószínűleg nem ültetik le vissza, attól nem lett baj, tehát tényleg nem fogják leültetni. Ja, úgy képzel. Nem mondhatja azt ilyenkor a Volán vagy a Kecskeméti busztársaság, hogy gyerekek, ide nekünk ült. Ilyen profikra van szükség. Uh-huh. Ez az elhivatottság. Azonnal a hónap dolgozójának megteszed, adsz neki egy löketet, és hadd száguldozzon a tízes buszon úgy, hogy senkit nem veszélyeztet, és viszi az utasokat. Hát egy vidám ember akar a te állományodon dolgozni. Hát miért nem alkalmazzák azonnal? Szinte látom magam előtt, ott van az a hatalmas, nagy fémmel borított ajtó, két oldalt az őrtornyok, egyszer csak megindul az ajtó, balra kisétál az emberük egy táskával a kezében, kicsit már éltesebben, de azért elszánt arccal is ott áll. Lassított felvétel. Egy Kecskeméti Ikarusz busz. Igen. Itt azt írják egyébként, írjátok nekünk, hogy automata, de nem automata, állítólag ez a járat, ez még botváltós volt. Botváltós. Tehát figyelj, most nézd meg, van egy rádiós műsorvezető, bejön este 8-kor, beül a Szani helyett, levezet 2 órát, nem felveszed másnap? Profin belül a pult mögé, lekeveri a dolgot, híreket indít, és nem veszed észre, hogy nem a Szani van. Már abból a szemben, hogy a Szani bekötött szája, felpeckelve ül a férfi mostóba kikötözve. Ide pedig bejön egy ember, és levezeti. Ha azonnal alkalmazod másnap. Ki akarna már menni abban a műsorsába, Balázs? De ott kiütni a Szanit, és azt mondani, hogy holnap én fölvenném. Tehát ha beülne és egy profi műsor csinálna a Szani helyett, ki, hát ki akar portásvestőkkel interjúkat kézni? Ha nem automata, hanem kéziváltós volt a busz. Igen. Akkor emlékezzünk János azon kísérletére, amikor először próbált meg autót vezetni itt a műsorban, és azonnal lefulladt. Egy busszal tudsz kuplungolni? Jó, de tök mindegy, hogy én vagyok az antitálent. De most mindegy. Az utolsó ember a földön, akinek jogsia. De lehet, hogy összerakott egy buszszimulátort? Otthon? Aha. De mi volt? Ellopta az alkatrészt. Nyílik a légfékkel, befékezett, csináltam. Egy kartonpapírra rárajzolja. Konkrétan levezette. És hogy Rizzo írja nekünk ott itt az SMS falon, vagy összerakott egy pár széket is, és az anyja váltott jegyet. Első felszállós volt a szimulátor, tehát csak az első helyen lehetett felszállni. Mama felszállt, megvette a jegyet, leültette, és körbevezette Kecskeméten. Gyerekek, azért ez amennyire vicces hír, annyira megdöbbent, hogy valaki felszáll és megy egy kört a tízes busszal a kecskeméti busz járatokon, nem? Tehát, hogy bárki beülhet és elvezetheti a kecskeméti buszokat. Azért ez ugyanakkor azt gondolnád, hogy kicsit ellenőrzöttebb a dolog.
Nem lehet csak úgy, nem lehet csak úgy besétálni és elkötni egy buszt 30 utassal. Mert ilyen alapon egyébként el is hajthatott velük volna. Hát persze. Volna, nem? És olyan mehetett volna az autópályára, úgyhogy nem áll meg. És 30 utas ott ül. Józsikám, biztos erre kéne menni? Hát nem így emlékszem az útvonalra. Tehát nem ilyen alapon nem veszélytelen a dolog. Forgalomba kimenni egy ekkora járművel, amihez egyébként nincsen igazi szakmai tudás. Hát van persze, igen. De hogy... Nézzük meg a lebukást. Tessék. Hogy bukott le? Bement Béla, és nem volt meg a busza. Nem lehet, hogy közültél. Hogy a fennébe vett észre a rendőrség a tizedik kör után, hogy itt nem az vezet? Hogy bukott le? A rovancs volt be. Át se számolták a buszokat? 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16 megvan. Nincs. De 17 nem kéne. Nem jó. Plusz a Pali ott alszik hátul. A Palinak megvezetni kéne. Mi? Nincs vagy buszát. Lehet, hogy beérkezési sorrend van, tehát mindig elvisz valaki egy buszt, amikor beír. Aha. Tudod, és na az jó, utolsó bejött... egyel több ember is. És nem volt egy busz se. Hol a buszom, gyerekek? Ha ki a fene tud, ellopták. Ha ki a fene tudna ellopni egy buszt? Érted, a rendőrség rájött, tehát hogy aznap egyébként lekapcsolták. Tehát valahogy, uh-huh. Valahogy rájöttek azért ott a kecskeméti busz. Hát csak meg társaságnál tört, bent a remízben. A rendőrség jött rá. Vagy kihívták őket és kimentek. Nincs meg egy busz. Ezt tudjuk, ezért hívtuk ki magunkat. Igen. Vagy ez tényleg olyan, mint a Hóférke hét törpébe, hogy ettek a buszodból, felvették a ruhádat, ellopták a buszodat, tudod? Tehát, hogy bement egy... Igen, és vitték az utasaidat? Igen, ki vitte el az utasaimat? Ki vitte el a buszocskámat? Tényleg? Ki vette fel a ruhácskámat? Érted? Hát ez eszem megáll egyébként, komolyan mondom. Tehát tényleg nem is értem, hogy ez hogy zajlik. Ugye, bement az ember, és nyúlt a fogassa, és nem volt ott a ruhája. Nézd, már elvitték. Hát, az a buszomat csak nem lopták el. De hogy lopták el? Nem, csak oda nyúlt. Nem. Még egyszer. Még egyszer oda nyúlt, és nem volt ott a ruhája. És akkor sem volt ott. Itt nem valami hibázik. Na, de azért a buszával csak nem vitték el, röhögött, ugye? Kinézett, igen, aztán kinézett még egyszer. Ment a saját civil ruhájában, és basszus, a buszát is elvitték. Szóval azért gondold el, mikor bemennél és ellopnák a rádióstúdiót. Azért én is csodálkoznék. Ki a fene tudna ellopni egy rádióstúdiót? Hát ilyen alapon ki a fene tudna ellopni egy buszt, ráadásul jó, hogy nem a Penemnél dolgozott, vagy a KLM-nél. Most képzeld el. Most gondold el, a KLMD dolgozik, ezért csak felszáll. Te, azok annak a izének a KLM Frankfurt Amsterdam, nem 10 óra 40-kor kellett volna felszállnia, csak 10 óra 22 van, és elrepül. Tényleg, megy a kapitány ki a kis gurulós kis kofferjével, tudod, és akkor közben meg fönn a gépe pedig üdvözlöm önöket a Vizer 3823-as áratán. Következő megálló Brüsszel. Igen, tehát életünk szerencsé egyébként, hogy a Pali nem arról álmodozott gyerekkorában, hogy egyszer ellop egy papados járatot. Aha. Nem? Vagy egy T-72. Vagy egy T-72-es, vagy egyszer felszáll a... Már... Aha, képzeld el. Vagy egyszer felszáll a Kolumbiával. Kilövés. És emberünk elindul. Szóval azért ez gyerekek, ez szenzációs. Hát, de jól. Én például egyszer azért lenyúlnám a budavári siklót. Kötött pályás, hát az nem. Jobban nincsen egy nagy veszély. Meg ott viszonylag gyorsan elkapnálnak, nem? Hova vele sok variáció nincsen, egy megálló. És túltolnád a végállomást. És az oroszlános udvarba egy kipattalna. Ott egy lépcsőt szaladjunk fel, fönt elkapjuk, kis rohadé. Azért az is meleg egyébként, amikor utasként így ülsz, harapod az almádat, és azt látod, hogy a sofőrt elviszi a rendőrség. Uh-huh. És nem érted, hogy jól látsz-e. Ott van! Leteperik a földre, ülsz a kis tízes járatért, eszed a kis sonkás ömlédet, nem, harapod a kis almádat. És ott vannak a bűntársak is! Hányra a kezed, rohadé! De én csak utaztál, hát, biztos benne voltál. Én csak a Mukacsi utcán, kus legyen! Ugye? Minden felhasználhat a LLL? Mi történik Kecskeméten, mondjátok meg őszintén. Itt van velünk Robi, aki ért a buszokhoz. Hello Robi, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Hogy lehet egy ilyen buszt elvinni? Hát mi próbáltuk megfejteni, te buszvezető vagy szereled őket, vagy voltál buszvezető? Vagy loptál már buszt? Vagy te vagy az, aki elloptad a buszt? Nem, én a mai napig autóbuszvezetőként dolgozok. És hát igazából nem nehéz egy igarusz autóbuszt ellopni. Nem nehéz? Automaták ezek? Hát van belőlük automata, és van belőlük botváltós is, de majdnem mindegyiknek az indítása az gyakorlatilag ugyanúgy működik. De ezekben ti éjszakára benne hagyjátok a kulcsot? Tehát én holnap reggel besétálok a telephelyedre, elvileg elvihetem a buszodat? Hát, vagy nem. Hát van olyan is, aki benne hagyja a gyújtás kulcsot, de általában ezt nem nehéz mindenkinek beszerezni egy Ikarus autóbuszhoz. Ja, hogy ez ugyanaz? Az összes Ikarus busz Magyarországon egy kulcsal indul? Igen. A fő kulcsa. Van egy fő kulcsom, akkor bárhol elkötök egy Ikarus buszt, ne csináld!
Hát ez manapság nem szok, nem is variáltak rajta, volt, akik beleszereltek különböző dolgokat, az Icarus klasszikokban már másfajta kulcs van, de a szimpla Icarusokban egyfajta kulcs van. Nem hiszem el, egyszer van egy Icarus buszod, az a világ életedben jó vagy az összes Icarus buszod. De egy válfa kampójából is tudsz hagyni. ez nagyon jó. De hát egy kulcsa mozognak általában. És ha nincs nyitva a busz, akkor működik ez a lökhárítónál, megnyomok egy gombot és kinyílik a vezető oldali? Három darab gomb található, az egyikkel áramot adunk, ha le van áramtalanítva az ajtó, vagy a kocsi, és a másik gomb megnyomásával pedig ki tudod nyitni az első ajtót. És mi a harmadik gomb? Abban pedig bezárod automatikusan. És utána egyébként ugyanúgy vezetek, fékezek, nem kell légfékezni, megálló, nyomom a gombot, tehát ismerni kell a kezelőfelületet, csöngetni kell, hát becsukom az ajtót. Az sem egy bonyolult dolog, mivel az Icarus műszerfala az nagyon, főleg a botváltósoknál, az ajtónyitáson kívül, a jobb oldali kézre, nagyon a csengő, illetve az ablakmosó gombon kívül nagyon nincsen semmi. Na most egy levegő feltermelése után gyakorlatilag, ha ért valaki egy kicsit az autó vezetéshez, akkor onnantól kezdve el tudja indítani az autót. Hát ez nem olyan rossz hír egyébként, igen. Mert én például picit elégedetlen vagyok a 284 Express járatsűrűségével, majd a kökin érted. Szóval nekem, én elkötöm neked. Abban van a rákendő. Szarvasnál ott hagyom. Ez milyen szerencsé, hogy nem tudja kinyitni az ajtót? Hát nézd már, egy bogár, lemosom a szélvédőt, és három utas meg hátul kiesik, meg kinyitottad a hátsó ajtót. Tehát hogy azért ilyen alapfelvetések azért vannak, hogy tudni kell a kezelőfelületet, de akkor nem tudta kinyitni. Nem egy bonyolult dolog ennek a kezelőszervének a megtanulása. Nagyon sok fiatal gyerek a mai napig van olyan, hogy támasztották az ajtót mellettem, és kíváncsiskodtak, hogy mi hogy működik rajta, illetve mit kell nyomni ahhoz, hogy elinduljon. Ezt alapból, ha egy ember ott letámaszkodik a buszvezető mellett, szerintem ezt egy-két óra hossza alatt elsajátítható ez a dolog, hogy kell ajtót nyitni, illetve ajtót csukni, valamint egy beindítani az autóbuszt. Tényleg kettesben indulsz? Igen, igen. Hát nagyon nagy emelkedőkön. Hát ez változó, mert megmondom neked őszintén, ha nagyon nagy emelkedőre indul el, akkor persze egyesből indulunk, hogy ne guruljon vissza az autó, de síkúton, illetve 90%-ában kettesből indul az Icarus. A nyomatéka miatt, illetve a motorja miatt. Hány sebesség van egy ilyen buszban? Hát van 5 és 6 sebességes, de általában a 6 sebességesek voltak most már. De azért te, mint buszvezető, le a kalappal a teljesítmény előtt, nem? Szóval azért bemenni, fölöltözni, áruhát lopni, már az igazi ruhát ellopni, bemenni és vinni 10 kört az embert, a 10-es járatot. Hát tisztelem ezt az embert, hogy ezt megmerte így csinálni, mert azért itt bejelentkezni kell egy volánnál, illetve a telephelyre bemenni, a telephelyről hozzuk ki, ott levegőt termelni, ott azért a többi kollega is ismeretlenül, hát bátor fiú volt, én kalapot emelek előtte azért. Igen, érdekes. De ő biztos, hogy belekalkulálta azt, hogy el is fogják kapni. Hát előbb persze. Igen. Ez benne volt. Igen. Ezt. De legalább büszkén mondhatja azt magáról, hogy én egyszer ezt kipróbáltam és meg tudtam tenni. Picit így kell élni egyébként. Tehát, hogy én azt gondolom, nyilván nem másokat bajba sodorva. Köszi, hogy elmondta, jó munkát neked, vigyázz magadra. Köszönöm szépen. Köszi, Robi. Ciao. Hello. Na, mit kötnétek el, tessék? Tehát, ha bárki bármit elköt, mit próbálna ki szívesen? A Putyin autóját. Vezetni tud, tehát olyan képességed lenne, amivel most bármit kipróbálhatnám. Már nem, képességed nem lenne, csak megpróbálhatnád elkötni. Hm? Mit kötnél nem? Libegőt például, azért ott extra sebességre kapcsolni. Nem, és akkor ezt a sebességre aztán rohannál, hogy felugorjál. 12-es sebességre kapcsolni libegőnél. És akkor hogy is mondták? Csak igen, belállok ezekbe a fehér négyszögekbe, igen, begugolok, hoppácska! És jön a libegő, az például nagyon szívesen. Én valamilyen harci járművet nagyon szívesen elkötnék. Ugye? Hogy azért az jó lehet. Lehetne vele hasítani. Picit adna az ülői útnak. Engem. Egy új aszfaltot azért megkívánna utána. Tehát úgyis ráfér. Gyerekek, azért a NASA-t meg lehetne elkelni, és ott valahol tényleg egy ilyen, nem tudom, egy utolsó Kolumbián vagy, hogy elbújhatsz, nem? Azért az se rossz. Például. Hát igen, csak hogy ott amíg egy pici bizonytalanság előjön, tudod? Kibújsz egy szekrényből. Pirosgon, zöldgon. Tudod, a zöld. Láttál már ilyen űrhajó kezelő felületet? Tudod. Így beülnél, és akkor ez ben vagyok. Körbenézel, és így jaj. Jó, hagyjuk a jaj, nem egyszerű, igen. Hát szeretjük. Ákos, előzetesben van, vagy lecsukták, vagy letartóztatták? Nem, én nem tudok róla, hogy ennek most mi a fejleménye ennek az ügynek, de egyébként nincsen még.
Ilyenkor ez, ez a közúti veszélyeztetés, vagy ez a, ugye amellett, hogy illegálisan kötött el ezt a dolgot, mert hát hogy lehet... Minden nem megvádolják, persze. Igen. Igen. Egyébként most nézem, az egyik ilyen adásvételi adok-veszek oldalon lehet kapni 2000 forintért Ikarus kulcs. Nem már. Figyelj, szerintem, és kinyitni már ki tudjuk. Ikarus kulcsunk van, tehát tulajdonképpen élő adásra megtanultunk busz lopni. Nem? De három gombból kettőt kell megnyomni, be kell raktod, az kettes belindul. Akkor most hívjunk egy pilótát, légy. És meg vagyunk, igen. Figyeljetek, szerintetek azt beszopnák, hogyha mondjuk megjelenik a Sándor palotánál a palotaőrségnek az egyenruhájában 165 centimben verve a vigyázt. Egy kicsit lelogna az egyenruha újja. És átvenném a szolgálatot? Én nagyon szeretném. Picit fura lenne, így szemből nézed a Sándor palotát, az egyik oldalon ott van egy 180-as távú, másik oldalon meg biztos a távolság miatt, messze van. De ne egyből a Sándor palotával kezd, próbáld ki a Petőfi laktanyát, mert szekények ott állnak teljesen jelentéktelenül, és néha ott masíroznak, nem mozdulnak, először próbáld azt ki. Petőfi laktanya, és ha azt nem veszik észre, akkor irány a Sándor palota. Az legyen az a csúcs. Ilyen nagyot álmodni, kezdje a legnagyobbal. Hát most lecsukják a Petőfi laktanya miatt. Na jó van, hát nagyon, nagyon szerettük ezt a történetet. 9 volt pontosan 6 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk Ákos Irénttel. Jó reggelt! Szevasztok! Hello! Csak a zene! Csak a zene! Csak a tánc! 3-4-9, múlt pontosan 3 perc, jó reggelt kívánunk! Mindenkinek itt vagyunk, arról beszélgettünk, hogyha valaki ellophatta valamit szíve szerint, mit kötne el egy kis időre? Mit próbálnak ki, úgyhogy nincs következménye, hogy tényleg bármi lehet az a dolog, kipróbálhatod, szabadon csapathatsz vele egyet, és nem lenne belőle semmilyen baj. Nagyon érdekes SMS-ek jönnek. Írtak még egy kecskeméti buszos, mielőtt belevágnánk az SMS-ekbe, azt írja, hogy állítólag úgy bukott le a srác, aki elkötötte ezt a kecskeméti buszt, hogy 5 perccel hamarabb indult el a járattal, a kollégák újrhán szóltak a diszpécsernek, hogy szóljon már az új srácnak, hogy még ne induljon. Milyen új srác? Az meg visszakérdezett, hogy oké, szólok, de milyen új srácnak? Egy volt kecskeméti buszos írta nekünk, és így bukott le emberünk, hogy hát picit előreállította az óráját, és elnézte. Hát nyilván az muszáj volt, mert ugye, ha időben indul, akkor már ott a rendes sofőr. Igen, igen, muszáj volt előbb elindulni. Igen. Azt hittem, hogy az a váltpont gyanúsá. Időben ott volt mindenhol. Lehetett, mindig késik egy tízest. Hát, hogyha például egy mávszerelőt lopnál el, na ott, ezen ja, készhatnál. Én annyi mindent kipróbálnék. Tök igaza van annak a hallgatónak, azt írja, hogy luxushajon dolgoztam bárosként évekkel ezelőtt, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem futott át az agyunkon a többi kollégával, hogy milyen jó lenne csapatni egyet a vassal. Azért állítólag az, hú, szóval szenzációs hát. Lehet. Hát ott nincs nagy tempó. Uh-huh. Ezek már gyorsan mennek. Nem az, hogy egy óceánjáró. Hogy egy ilyen óceánjárót irányítasz, hogy viszed. Kicsi joystick van. Aha. Nagyon sok ilyen National Geographic-os filmet láttam, amikor arról szól, hogy lesz valaki kapitány, és akkor bemutatják az életét, csak egy hónapig követik a fedélzeten. Pici joystick. 20 évig tanulsz, 15 évig tanulsz. Hát iszonyat tudás egyébként. Nem, lövődöző nem. Nincs rajta. Az a Commodore 64 és az a Wizard of War nevezeti játék. Két pici joystickkal egyébként irányítja az egész hajót, döbbenetes. De azért jó lett, csak hogy megpördülni valahol, nem? Mármint driftelni egy óceánjáróval. Igen, igen. Nem, hát ott, de igen, a Sandra Bullockban féktelenül kettőbe behasított a mexikói partokra megérkezni egy ilyen óceánjáróval. Vannak ilyen járművek, vagy egy szárnyas hajó a Dunán. Nem? Na, az jó Bécsig elcsapatni. Az igen. Nem mondta, hogy nem lenne jó. Én gondolkodtam azon, hogy azt a japán gyorsos utat, de hogy az teljesen automata. Ott igen. Hát, igen. Majd, feliképp, nagyon jó, köszönjük, de nem jó. Kell, nem igen. Kell ember. Köszönjük. Köszönjük. Varázsolhatnál, nem? Indulj meg! Most megáll! A Mikado! Ha én egy aszfalmarót kötnék el, és szétmarnám vele a csodálatos utakat, írja Viktor. Kecskeméten még jó, hogy nem grippeneket kötött el. Gergő küldte nekünk. Jogos a dolog, igen. A faluban egy ismerősöm egy MTZ-t kötött el, és átment vele a szomszéd faluba diszkóba. Hát ő nem volt túl nagyra vágyó, ezt szerette volna. De miért? A van stílus traktorral beállni a DJ elé. Azt a buszt, ami a Dunán közlekedik, szívesen elkötni. Tényleg a sárgát, ami tud menni rendesen. Meg azért jól lehet menekülni, mert a parton mindig elveszítik a fonalat, a zsaru. Az jó egyébként, hozzájuk jó közel menni, egy kis hullámot generálni, és úgy megbillegtetni azt a buszt hajóval egyébként, igen. Kis repülőt szívesen elkötnék, és szívesen kipróbálnám, írja egy hallgató. Én ellopnék egy vonatot, úgyse tudnak megelőzni. Szellemes. Egyébként valóban így van. Mindig mögötted vannak az üldözők. Igen, a több 10 milliós traktorokat is ugyanaz a kulcs nyitja, 2000 forintért bárki vehet ilyet, írja egy hallgató. Nem gondolnád, nem?
Hát azért legalább belereszel kicsit, nem? Most ugyanaz. Igen. Szóval gondolj bele, hogy milyen könnyű így eladni egy traktort. Jó? Na, itt vannak a kulcsok, parancsoljon. Ugyanaz, mint mindig. Kérem szépen a vételárat, ott áll a traktor. A TSZ mögött. Nem, én nem megyek be. Minek? Igen. Na jó, van, játszunk, itt van a játékosunk, hármas ugrás, játszunk már is velem. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Én a TV2-ös Gálnoémit lopnám el. Írja nekünk egy hallgató. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Hajni vagyok. Hello, Hajni, honnan hívtál minket? Siófokról. Siófokról? Mit csináltok? Itt lakom, most itthon vagyok a kislányommal. Ott laknak emberek télen? Ó, laknak, igen. Emberek. Van élet. Igen, emberek ti ott vagytok, ti ott léteztek. De ha még vonyart vas hegyet mondani, hogy Siófok. Nem úgy van, hogy Siófok augusztus 31-én bezár, elköltözik onnan mindenki, és nyitás június 3-án. Ez van kint? Hát, már kimondtad a kulcsot, hogy emberek laknak, tehát nem turisták ilyenkor. Milyen a téli Balaton, jó? Hát nagyon szép, igen. Összejárnak nagyon a siófokiak? Nincsen túl sok program. Nem mind a 30 déli parti összejár. Igen, igen. Mert hogy nem lehet túl izgalmas télen, nem? Nem, valóban nem. Tehát ha egy kicsit kisüt a nap, akkor mindenki leözönlik a partra, de egyébként valóban kiürül rendesen. És mit csinálsz? Mit csinálsz most ott, otthon? Vagy hogy otthon vagy? A másfél éves kislányommal vagyok itthon. Nem dolgozom most. Hogy hívják? Dorottya, de egyébként mit csinálsz, Hajni, vagy milyen foglalkoztál előtte? Telefonos ügyfélszolgálatos vagyok egy telefonos cégnél. Csoda is, mész majd vissza? Igen, 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 ősztől elvileg. Ja, megy bölcsibe, vagy óviba. Ha van egy másfél, akkor bölcsibe megy. És milyen a babázás, bírod, jó? Igen, nagyon jó, most, hogy már egyre okosodik, járkál, beszélget, most már nagyon jó. Ez az én időszakom. Megfőzi a kávét a reggel. Aki Einstein, igen, járkál, beszélget, porszívóz. Igen, éreztem, hogy ez lesz. És fogadja a leveleket a postástól. Várja a szezon. Lágos palacsintát süt gyakorlásig. Hihetetlen, ezek mai gyerekek milyen korán érő típusok. Már másfél évesre mennyi mindent csinál ez a gyerek, igen. Igen, igen. Törlőrongyot már megkapta, igen. Nagyon helyes. Hát, ez így van. Tesó lesz, vagy megálltok ennyi? Nem tudom még, hogy mit hoz az élet. Hát, ha rövid lesz a szezon, akkor még akár egy második is bocsánat. Beiktatjuk, igen. Na jól van, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem menni nem. Most nézem, hogy egy picit azért nehéz. Igen, de nem. Na jó. Köszönöm. Na, meglátjuk. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Mit lopott a három görbe legényke Vörös Sándor versében? Tojást? Úgy van! Így van! Te jó, hogy ezt tudod. Jó, az Anna Peti Gergő is, de ez nem baj, hogyha mondjuk egy Vörös Sándort is ismer az ember. Mit? Hogy? Jó? Mi? Menjünk tovább? Vörös Marti Sándor. Hát igen. Így szól a második kérdés. Ki volt az első magyar olimpiai bajnok? Az szép. Nagyon írsz. És ő volt a második is. Siófokon már van internet? Igen. Új barátok. Készülünk a szezonra most már. Behúzták a kábelt? Nem, szikratávíron most kér segítség. Morze, de nem túl gyors ez az internet. Nem. Vagy rosszul keresel. Valószínű. Jó, péntek van, napsütés. Igen, nap meg napfogyatkozás, ilyesmi. Ott is lesz nálatok? Lesz, igen. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Hát, hogy milyen témakör, ezt megkérdezhetem. Nehezen rákeresed az interneten. Nem, én megállnék. Pedig nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy játszhattam. Igen. Igen. Bennünk hagyod az órát? Hát csak benned. Ne állj meg, hát soha nem fogsz többet idáig eljutni. Úgy fogod bánni. Most azt fogja mondani Balázs, hogy minek oda óra, úgyis megállt az idő. Ott június 3-án megállt az idő. Vagy ez augusztus 31-én, vagy 30-án. Majd júniusban újra elindul. Már augusztus 20-án. Ja. Tényleg, az nektek a tűzijáték a szezonzárás. Az a vége, igen. Meséltek róla? Na, mit csináljunk? Menj neki, hát meg lehet az.
Nem tudom. Akkor, tehát, akkor nehéz. Még nehezebb, mint az első kettő, gondolom. Nem. Földrajz talán? Vagy mi? Vízügy. Vagy bármi. Nem, köszönöm szépen, megállni. Megállsz, jó, én abszolút megértem. Jó. Jól van, akkor küldjük neked az ajándékcsomagot, jó, az órán kívül megvan minden, hajni, ügyes voltál egyébként. Nagyon szépen, köszönöm. Jobb a biztosod. Bizony. Há, igen, igen. Jó, köszönöm. És télen-nyáron imádjuk a Balaton, csak vicceltünk nyilván. Így van. Gondolom, igen. Tartsatok ki, nem sokára mennek arra emberek most már, tartsatok ki. Jaj, de jó lesz, látunk végre idegen arcokat. Idegen arcokat a Csíófokon. Ciao. Hello, Anyi, puszi, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De nem ez a sztereotípia egyébként balatoni városokkal kapcsolatban? Mit csináltok ott itt élen? Hát augusztus ott 31, vizet leeresztik, város bezárják. Vége van, igen. Megeszik még a maradék lángost, aztán annyi. 3 perc, pontosan 9 óra. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt! Kívánunk mindenkinek, péntek van, a hét utolsó munkanapja, nem sokára kezdődik a napfogyatkozás. A fejemmel kitakarom a napot. Létráról állok, gyerekek, és a fejemmel kitakarom a napot. Mikor indul? Most valamikor, nem? 9.45. 9.45-kor? Így van. Akkor már beúszik a hold. Uh-huh. Én most kimentem, még nem látszik semmi. Mondjuk egyebet se látok azóta, mert nem volt védőszemüvegem, de így kitakartam a napot, és hát ha oldalt ott a hold. Te különösen nagyon vigyázzál, mert ez jóval közelebb vagy a naphoz, mint mi, úgyhogy azért... Tudom. Meg is olvadt a jégsapka a fejem, nem most. Igen, tehát de az örök óhatár a fejed felett vagy már a fejileg, hogy vigyázzál, nehogy aztán ott... Csak pillanatra fölnézel, nekünk órákat kell nézni a napot, te egy pillanatra fölnézel. Bizony. Állandóan le kell magáról söpölni mindenféle alpinista csoportokat. Csak madarak, egy fója a tibeti oldalról egy picit nehezebb megmászni a Ferit, de az nagyobb érdem. Hát ugye van a Feröer-szigetek, ahol ugye a teljes napfogyatkozás van, és pont az egyik internetes portálon olvastam egy nagy cikket arról, hogy mindenki szereti, kivéve akik ott laknak, gyűlölik, ugyanis egy 80 évvel közlekedő 80 éves bácsi, aki ottal közlekedik, már üvöltözött két megszeppen turistával, mert hogy felborult a sziget élete, mindenki oda ment, aki megtehette. Ugye egy viszonylag ritkán észlelhető természeti jelenségről van szó, és van napfogyatkozás menü, amit te meg tudsz enni szépen, miközben te ülsz egy jó étteremben, a Feröer-szigeteki bármit, úgyse látod. Étteremben, igen. És hogy árulnak a helyiek, sült kolbász van, sörsátorral készülnek, körhinta, zokni, puzleárus, minden van. És hogy hatalmas hajók állnak a kikötőben, mert hogy egy-egy ilyen hajón ugye hát kb. 3000 ember tud lakni, és azzal is turistákat szállítottak oda, hogy hát a menüben nyilván az adagnak a 60%-át kitakarják, vagy kiveszik. Hát kb. ennyi. Nem, ez jó, biztos, hogy jó üzlet. 6000, azt írják, hogy 6000 forintért adnak egy halburgert és egy sört 150 dán vagy feröeri koronáért adják. 6000 forintért ülhetsz olyan kávézóban, ahol egyértelműen látod a napfogyatkozást, és nyomtattak pólókat, amire az eltűnő napkorongot nyomtatták rá. Tehát egy brutális biznisz. Ott a napfogyatkozás, és aki tudott, az odament, hogy onnan nézze. Kivéve a botos bácsi nem ért egyet a dologgal. Ő nem örül neki annyira. Igen. Finnországban állítólag minden hétvégi nap is holdfogyatkozás van. De ott nagyon. Ott alig várják már a pénteket. Hát igen, azért ez jó lehet. Azt kérdezi valaki, hogy mivel nézzen a napba tőlünk? Hát szerintünk a szemeiddel, de mindenképpen... De rövid távon. Igen. Mindenképpen takard el. Takard el a köztetek lévő légteret valamivel. És ez nem szabad egyébként elviccelni a dolgot, mert nagyon komoly szemkárosodás is lehet belőle. Fel kell menni valamilyen oldalra, meg kell nézni, mindenféle cuccok vannak. Mónikának van üvege, látod?
Gyerekek, az egyik kereskedelmi csatorna már kint áll, és élőben közvetíti a napfogyatkozást. Igen. Az olyan, mint élőben nézni a tűzijátékot. Máci Gergő maga elé tartja majd Erdélyi Mónikát, és rajta keresztül. Aki elég a napfűzében. De élőben nézni a napfogyatkozást televízión keresztül, az tényleg, mint a tűzijáték, nem? Tehát, hogy ott is vagy, meg nem is tetszik is a dolog, meg nem is nézed, meg nem is, ez egy jó ötlet, élőben közvetítik. Az a baj, hogy Cipán Anett is ott van, és én pedig őt nézném végig. Hát, mire a napfogyatkozás elindul, addigra már Erdélyi Mónikát kapott helyette. Nem tudom, hogy mennyire jó csere. Mekkora csere? De hogy, mert hogy a Móni közvetíti a Váci Gergővel. És lesz ilyen alámondás, hogy sötétül, sötétül, egyre sötétebb, sötét van. Halló, nagyon van sötét itt van. Tényleg. Jó irányban nézel. Világosodik, világosodik. Jaj, gyerekek, hát azért ez egy szép dolog ez a napfogyatkozás, nem? Gyönyör. Kicsit, szerintem azért éljük meg egyébként ilyen misztikusan, vagy nem is misztikusan, csak úgy valahogy az ember néhány persze, hogy visszatalál azon természeti jelenségekhez, amik régen teljesen természetesek voltak. Hogy figyelted a napot, figyelted a bolygók állását, a csillagokat, nem? És ezt úgy tudtad, ismerted, számoltál velük, most pedig ettől baromira eltávolodtál, és most hirtelen egy ilyen természeti jelenség kellős közepén találod magad, és újra átveszi a nap, a hold, a föld feletted. Idézőlesen kicsit úgy az irányítás, hogy azért már elszoktunk, hát okos telefon, internet, nem figyeled, hogy hol áll éppen a Vénusz, a Mars, vagy a Merkur. Nem? Nálunk az csak volt nincs még a különleges 70-es években, érted, hogy apám például, ha felhős volt az ég, sose talált haza. Tehát mert mindig a csillagok alapján jött, viszont tudtuk, hogy akkor bent vannak a kocsmában. Illetve volt a tiszta idő is, amikor szinte ez néha előfordult. Merőfényben. De mi a sarcsillagot? Elvakult, te! Hát a sarcsillagot követte, vagy a kis göncölt, vagy mit követett? Mire volt beállítva az öreg? Arra, kis göncöl farka, az vezetett el hozzá, felhős volt. Persze, az új kigyósi víztornyot nézte, és akkor még nem volt. Nem volt akkor? Nem volt, akkor még ilyen szép, a templomtorony volt. Az, de most már az ki van világítva, most már könnyebb hazamenni mindenkinek, de akkor még az se volt, tehát a kis göncöl farka, hát ha felhős volt az ég, akkor máshova mentek, mint haza. És akkor az öreg be is kopogott, be is feküdt valami idegen nőmmel, és akkor aludt egyet, és reggel jött rá, hogy nincs idegenházban van, vagy a pajtában. Nem, mert mindig volt egy olyan pont, ami mágnesszerűen tudta vonzani a férfiakat, az pedig a kocsmárium, tehát ott tudhat, hogy ott nincs baj. Ja, hogy akkor el se indultak, amikor felhős volt az ég. Tehát akkor fölnézett az égre, és mondta, fölnézett az ingre. Aztán elindult haza, amelyik ajtón be tudott nyitni, ott bement lefelé. Az volt az otthon. Marikám, kicsi szívem, megjöttem. Erdély vagyok, te brigadi. Én pedig Lajos férjem. És rohadtul nem örül, ahogy hallom. Szegény apám egy kortyot nem jött. Na, mindegy. Tényleg. Tudom. Mikor mi megszülettünk már. Most mondjátok meg nekem. Mert néha evett is. Ti sokkal okosabbak vagytok, mint én, hogy tudom, hogy reggel kérdeztem, de nem adtatok kielégítő választ, és azóta... Miért ilyen szomorú 20 éve a pakma? Nem, hanem hogy lehet-e telefonon keresztül nézni, vagy nem? Nem. Lehet-e tele? Nem. Hát lehet-e telefonon? Nem lehet. Lehet telefonon-e? Nem. Hogy lehet-e telefonon keresztül? Úgy lehet, hogy fölveszed, tehát így körülbelül belőled. De én a telefonban miért nem nézhetek bele? Mert kisüti a szemed. Hát te hogy sütnél már, ez nem élő napkép. Nem jut el a sugárzás a telefonon keresztül, nem? Hát ugye itt a fényerő és a sugárzás. De nem is tudod fölvenni, szerintem. Na kapcsold be a, hogy hívják odat a kamerát, már, kapcsold be. Figye, amikor már rendesen na, rögzít, az maga, tudományos, amikor bekövetkezett a napfogyatkozás. Tehát nem lát semmit. Tudományos kis napfogyatkozás van. Hol az Alcatel van, te csízim? Hova raktam a telefonomat? Kapcsold be a kamerát, nézzél na, bele a fényképezőgébe, és tartsd felém. Jó. Ú, de rohadt meg egy fénykép. Na, Feri felvett egy olvasó lámpát, és feltolja ezt a lámpát. Anya, hát egy 20 wattost bekapcsolt. Hát figyelj, egyáltalán nem vakit. Aha. Ha elveszem a telefont, megvakulok. Ha visszateszem a telefont a lámpa elé, aha, akkor látom, hogy vibrál, de kicsit se vakít. Tehát telefonon nem vakít? Nem, miért vakít? Hát nem tud vakítani. És így se. Ha villog, az úgy viszont sokkal keményebb, ha átvillogod a telefon. Tehát ez így nem. Na most, tehát telefonon keresztül te elvileg akkor nézheted? Hogy érzed, János? Mennyire volt ez tudományos? Na, bizonyítottunk valamit ezzel? Ugye ki az a Kopernikus, nem? Tehát egy pillanat alatt itt tudományos pályára álltunk. Hát, nézzétek. Na, kérlek, professzor úr, igazold ezt a tézist, hogy lehet telefonon keresztül nézni a napfogyatkozást. Szóval, igen, úgy érzem, hogy az olvasó lámpánk fénye, és ez a több milliárd éves izzó gázgöm, tehát, hogy egy az egyben ugyanaz volt. Mondom neked, 25 wattos. Hát, bocsáss meg, azért érted.
vagy mit tudom én. Tessék. Már mindegy. Aha. De azt mondták, majdnem ugyanaz mondjuk ezt. Azt mondták, hogy nem lehet. Nem szabad. De most senki nem mondja meg. Akkor nézzed. Hát most kezdem el felhúzni magam. Jó, hogy nem lehet. Igen, azt mondták, hogy nem szabad. Valószínűleg itt arra gondoltak, hogy ugye, ha egy vonalba kerül a nap, a telefon meg a szemed, akkor esetleg a telefonon mellett átjövő sugarak. Tehát lehet, hogy maga a telefon lefogja. Ja, ha remeg a között. Csak látom, nem látom. Úgy persze, hogy megvakulsz, de azért ha tudsz egy stabil képet fogni, azért úgy szinte van a kicsi. Inkább, kicsi az esélye. Biztos, hogy kedvéért inkább egy tablettel. Gyerekek, őszintén, valaki ettől... A mérettel többet kitakar. Szeretem ezt az ijeszgetést, ami zajlik, hogy mire idejön a napfogyatkozás, a média már arról tűnt, hogy 1 millió ember nézi maga föl az égre összetolva. Ne nézd, megvakulsz. Valaki vakult már meg. Na jó, most... Valahogy, sokan. Az Petőfi van, például. Az van, hogy... Igen. Petőfinek az egyik szeme világa az 1840. Mert sokáig belenézett a napba. Mert nem hallgatta a rádiót. Hogy ne nézzem. Hát ugye az is. Kezdünk meg a fáradni gyerekek. Nagyon erősen péntek. Nem, a Music FM-et hallgatta helyettük. Nem, tényleg nem. Annyira nem látott, hogy ilyen barguzinig elment, érted? Aha. Jó. De én nagyon szeretem az ilyen érveléseket egyébként, amikor Balázs azt mondja, hogy figyeljetek nekem. Nem mondom, hogy nézzetek bele a napban. És majd hétfőn, majd tudjátok, mi lesz hétfőn. Majd jön be, két rohadt nagy gézlappal, tudod, ilyen ízével, ilyen 6 centi vastag ilyen mullapokkal jön be a szemén, amikor folyik majd ki valami fura anyag, be lesz kötve, és nem mondjatok semmit. Jó. Azt hiszem, nektek volt igazatok. Jó, igazatok volt, és tapogatva jövőben. Nem igazatok volt benne igazság. Igen, igazat szóltatok. Nem igazat nem adsz, de volt benne igazság. Azért mekkora király volt az okos ember régen, aki kiállt a főtérre, ismerte a csillagászatot, kiszámolta, hogy ez mikor lesz, és azt mondta, hogy ha nem alkalmazkodtok, ha nem feleltek meg, ha nem fizetitek be, ha nem teszitek meg, akkor elsötétítem az eget. Uh-huh. És ott állt 100 000 ember, 50 000 ember, 10 000, és 10 perc alatt tényleg elsötétített az eget. Szerintem nem? Az, aki az első éjszaka jogát kitalált, az okosabb volt, de tiéd sem az. Igen, aki a tizedet és az első éjszaka jogát kitalált, az volt a legokosabb. Tessék, egy mondat. Mi történik a napfogyatkozásnál? Mi az? Egy mondat. De csak egy mondat. Röviden. Hogy mi történik? Mi az? A hold a nap és a föld közé kerül, és a hold korongja kitakarja a napkorongot. Mi történik a napfogyatkozásnál? Sokkal több autót lopnak el. Ez a beszéd. Ez történik igazából a napfogyatkozásnál. Na jó van. Szelfizni se szabad, tudod. Hogy én nem szabad szelfizni? Én is a nap? Aha, hogy háttal vagyok a napnak? Mert mi... Akkor mi, sem, mert ha visszajön a kamerán keresztül, kameraképen keresztül. Aha. Hagyjál már a hülye rémizgetéseid, de persze. Nem, én csak majd már meglátod. Vonuljatok fedezékben, ne legyetek az utcán. Majd meglátod, meneküljetek, napfogyatkozás, ne csináljatok semmit, ne nézzetek az égre. Takarjátok el a szemeteket, boruljatok térd. Akkor... Még segítséget se tudsz hívni majd, mert nem fogod látni a telefonodat. Na? Uh-huh. 112-t azért vakon is beütöm. Ennyi. Meg lehet csinálni a kamu szelfiket is. Érted? Lecsukod a szemed, és a szemhéjére felfestesz egy szemet. És úgy csinálsz egy szelfit. Az a menő. És az nem lehet, hogy például a nap szétégeti a telefonod érzékelőjét? Hát az nyilván lehet, de hát ebben van azért egy automata íris, ami húz rajta. Uh-huh. Tehát zár a blendén egy kicsit szerintem. Na most ebből semmit nem értettem. Mi? Milyen így? Tehát egy picit szinte behúzza védekezni. Behúzza egy picit, de nem tudom. Na mindegy, megyünk nézni? Menjünk, 3-4-kor. Zene. Elindult már? Szerintem igen. Már igen, arra felé tart. Nem ért oda. Igen, élek a gyanú perel, hogy már arra felé tart. Azt mondja, aki fogjatok egy sötét vödröt, és engedjetek bele vizet. Állítsátok úgy a vödröt, hogy lehessen várni a napot a víz tükrében, és így lehet nézni a napfogyatkozást. A víz szűri az UV-t. Aha. Érted ezt? Uh-huh. Nem, de jól hangzik, és én nagyon hiszek a hallgatókban. Megyek és kipróbálom. Írjatok még vagy ilyeneket nyugodtan. Tehát fogsz egy vödröt, telengeded vízzel, és megkeresed, hogy hol van a nap, beállítod úgy a vödröt, és a víztükörből megnézed a napfogyatkozást. Menő. Nagyon jól hangzik. Erősítsetek egy hosszú rúdra egy fallit, merjétek tele a pötegödörből, aztán pedig öntsétek a fejetekre. Jó, bármi kipróbálunk, amit akartok. És közben ne nézzetek a napra. Én nem merek ilyeneket kipróbálni. Nekem a laska szűrő az pont elég.
Én azon keresztül fogom nézni. Igen, Balázs 99-ben többen megvakultak és sokan látássérülést szereztek, ezért mondjuk mi is egyébként nagyon sokszor, hogy tessék óvatosnak lenni. Védőszemüveg nélkül senki. Pontosan senki ne tegyen kísérletet, azt, hogy én ezzel humorizálok, az nem követendő példa, mi egy vicces rádióműsor vagyunk, humorizálunk, néha mondunk olyanokat, amit nem kell annyira komolyan venni. Hétfőn álljatok itt a rádió előtt sorba, de Bali, azt mondtad, hogy te is belenézel. Tehát, hogy ezt ne csináljátok, senki. Jó? Hm. A gyerekek, egy másik rádió bennünket szíd. Mit mondanak? Írjátok meg. Miért? Jó? Gyorsan egy-két közlekedési ír. Ne legyetek már ilyenek. Most miért csináljátok? Ez tök rosszul esik nekünk. Mi is csak érzőszíjjel. Gyorsan egy-két közlekedési ír, hogy mi a helyzet az utakon. Nagyon sok hallgatón küldött friss információt. Nem felejtjük el őket. Baleset történt az M0-áson, az M6-os lehajtó előtt az M5-ös felé. Kamion ütközött személyautóval. Nagy dugó várható. Edit és Józsó küldte nekünk. Aztán az M1-esen 3 kilométeres a kocsisor, gyerekek. Gyorsan küldjétek el, hogy mi az oka, jó? Hogy tudjunk segíteni a többieknek. M3 a 105-ös kilométerénél Nyíregyháza irányában van egy trafi. Ezt Roland küldte nekünk. Aztán most jöttem el az M1-es Bicskei szakasza mellett a másik oldalon, akkor itt van, megvan a hely már, majdnem 4 kilométeres a torlódás. Úristen, ott valószínűleg nagyon nagy baleset van. Zsolt is elküldte ezt nekünk. M7-es Balaton felé gigadugó baleset miatt a 73-as kilométernél, aki tud kerüljön, Space Runner üzeni. Valamint Nyíregyháza felé a 106-os kőnél szintén mérnek, ezt Ági küldte el nekünk. Olyan közben beírom, igen. Hol van pontosan a baleset az M7-esen? A Szabad-Battyányi lehajtó után a Balaton felé, ezt Kecsó is elküldte nekünk. Mi már a múlt héten szittunk benneteket, ezzel a témával is egy hét csúszásban vagytok. Trafi az M5-ösen Szeged felé a 108-as kilométernél, és Nyíregyházáról Debrecen irányában a Bocskai kert előtt tüntetnek a gazdák, rendőrségi útzár van, torlódás, ez pedig Zsoca küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, mi volt a felvétel? Én nem is meséltél róla, egy csomót beszéltünk. Persze. És aztán nem mondtad, hogy végződött a dolog. Megírta, jól írta? Megcsinált. Írni ugye ő még nem tud, mert azért fog majd iskolába járni. Na, milyen világ ez? Jézus, de nem is mondtad. Ugye? Hát mindegy, majd felzárkózik. Nem, csak mondjuk el azok kedvéért, akik nem hallottak esetleg bennünket 2 nappal ezelőtt, ugye arról volt szó, hogy a gyerek elment nem felvételizni, csak egy képességtesztet írni tulajdonképpen, mert ugye nincs felvételi, ez egy képességteszt, amit vicces, mókás, kedves formában iratnak meg velük, nem szösszelve a gyerekeket, de ezzel egyébként semmi baj nincs, valahogy fel kell őket ismérni. És beszéltünk arról, hogy mit mond az ember a gyereknek, ha szeretné, hogy hát azért jól teljesítsen, bekerüljön abba a jósuliba, felvegyék, jósuli, kinéztük, kiválasztottuk neked, drága gyermekem, de mégsem stresszelhetjük a gyereket, ugye? Gyakorlatilag én hát övig leizzadva vártam azt az egy órát, amíg a csemeték bent tartottak. Te viszed be az osztályterembe ilyenkor, és búcsúzol el tőle? Nem viszed be, megállsz az osztályterem előtt, ahová ugye ki van írva a képesség felmérés. Sírva fakadsz. És azt se tudod, hogy mi van benne. Nyilván van bent 3 egyébként kedves pedagógus, és bemennek ugye a gyerekek a kis terembe, ahova te be se léphetsz. Tehát te nem tudod, hogy oda benne mi történik, mi van a gyerekkel, akihez rohannál oda nyilván, hogy jaj, hát kicsim, nem úgy van, nyugi, nem bántanak, ne sírj, ne sírj, majd. Majd eszünk kolbászt, tudom. Ne elsőbségével kellett volna feladnom a borítékot, na most már de behozni a csomagot a féldisznóval, hogy én voltam olyan rosszul, tehát a gyerek az halálkönnyedén átlépett a történetem. Azt hittem rajtad, mert te stabil oldal feküdt, és a gyerek halálkönnyen átlépett rajtad a folyosón. Ő halálkönnyen átlépett az egész dolgon. De mit mondtál neki? Légy ügyes, menj! Így van, azt mondtam, hogy figyelj, kicsim, ugyanolyan lesz most, mint ahogy csináltátok eddig is a feladatokat az óvodában, vagy az iskolai előkészítőben, vagy otthon, amikor ezekkel foglalkoztunk. De meg ne tudjam, hogy hibázol. De hogyha így van, akkor viszont ebben a házban nincs helyed. Ha nem sikerül, anyád lánya vagy. Úgyhogy ezekkel megpróbáltam nem stresszelni, viszont szerintem ő annyira érezte rajtam, hogy én vagyok teljesen készen, meg az anyja, hogy odalépett hozzám, és akkor azt mondta, hogy nyugi, apa, nem lesz semmi baj, megcsinálom. Ha mondta a 6 éves, érted? Kicsit túl stresszelted ezt a dolgot azért. Szerintem én, de hogy mert az már eddig, jövőre ugyanott leszek én az, és ezt most mondom neked, az eddigi életedben, ugye, amióta gyereked van, vagy nekem gyerekem van, 6 éve, minden olyan feladat, ami adódott a gyerekkel kapcsolatosan, azt én ilyen viszonylag könnyedén vettem. Megtanított cipőt fűzni, elkezd beszélni, dumászni, ezek tök jó dolgok. De most éreztem azt először, hogy súly, felelősség van
a vállamon... Hát a súlyt nem most érezted először. De nem a vállamon, ja. A vállamon nincs semmi, érted? A súly az lejjebb van, mert az úgy a föld felé a gravitáció miatt oda közelít, érted? És hogy van rajtad egy teher, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát én a saját érettségimben nem izgultam ennyire. Mondjuk, mert nem volt. Hát ugye, tehát, hogy azért vannak, igen, kicsit később. Vannak a világegyetemen nagy ellentmondások, azért nem tudtál izgulni. Igen, mi végig buliztuk a felkészítő időszakot, aztán rájöttük, hogy nem is iskolába járunk, úgyhogy nem volt ilyen. Tehát marha kemény a dolog, lelkileg viseli meg. Egy órát van bent ilyenkor? Is. Egy órácska, egy kicsivel több volt, de körülbelül egy órácska volt a történet, és akkor kijön, és nyilván azt mondja, na mi történt bent, és akkor elkezdi mondani a feladatokat, amiket végig kellett csinálni. Azt egyébként mondták, hogy rajzoljam le az emberi DNS-t. Nem tudtam. A sertését viszont tudja már. Ja, igen. A sertés bontási térképét. Igen, így, teljes jó feliratozással. És akkor elmondta, ő nagyon jól érezte magát, de például volt egy kis kollégina, akivel ők együtt bandáznak itt-ott, és közösen mentek be, és ő például halálideg volt előtte a kis csaj. És édesem, a panny- stresszelt. Igen, ő hát valószínűleg neki mondtak valami olyasmit, az akár a szülők, vagy valahonnan már, vagy csak egyszerűen izgulósabb típus, mint az én lányom, aki teljesen ideges volt. Hát vagy volt. A szülők kicsit talán lehet, hogy kevésbé, nem tudom, gyerekbarát módon rátették a nyomást. Aha. Éreztették vele, hogy ennek tétje van, hogy és a gyerek rá stresszel. Mit csinál? Nem? Törzúzott, felfut a fajai anarchia. Igen, vitt magával egy ilyen sprét, és különböző jeleket nyomott föl, és akkor itt a panyesz például vigasztalt, hogy de hát bemegyünk, játék, nem bízni, jó fogunk magunkat érezni, és amikor viszont kijöttek, akkor a gyereknél teljes lezárás, mondtuk neki, hogy akkor mesélj egy kicsit, mi történt, nem majd később. És aztán ott jött ki rajta kicsit? Valószínűleg ott jött ki, és aztán később elmondott mindent, hogy mit kellett csinálni, meg hogy sikerült szerinte. Hogy volt-e benne költői túlzás, azt most még nem tudom, mert április 10-valahanyadikán fogjuk megtudni. Hát ugye? Az apja lánya volt. Annyira nehéz a megoldás, hogy a tanárok se tudták. Igen, meg, meg kell fejteni. Marika, jó nehezet kérdeztem. 8-an írtak rá választ. Most utána kell néznünk. Erre nem voltunk felkészülve, hogy ezek a csibész gyerekek válaszolnak. Marika, jó. De amit tök szimpatikus egyébként, hogy az összes bent lévő tanár például, vagy akik ugye bent voltak, azt mondták, hogy mindenki nagyon kedves, nagyon aranyos, tehát ők maguk is játékosra veszik a dolgot, nincs semmi stresszelés ebben a dolgokban. Hát aztán majd persze az évvégi bukásnál majd persze. Nem beszélgetünk, az egy másik csomag lesz. Az egy nagyobb csomag lesz. Érted? Mikor berendelnek. Na jó van, szóval túl van rajta. Akkor. Úgyhogy izguljatok, én most átküldtem neked a feladatokat. Hogy tudom, elakadtam a másodiknál. Nézeges aztán jött a Benny és megoldotta. Apa, mi az? Semmi, ne hagyjál, gondolkozom. De apa, a kezemről a ceruzát és megcsinálta egyébként. Láttam, jó feladatok. Jó, ilyen képességfejlesztő, meg egy kis logika, meg ilyesmi, de ha az egészet összerakod, hogy a stressz, hogyha a szülő nem úgy áll hozzá, hogy azért mégiscsak idegen emberek előtt kell megfelelned, akkor nyilván hat éves. Szóbeli is van, de beszélgetni is kell? Vagy csak bemennek, irogatnak, de játszanak? Van szóbeli feladatok. Tehát szóbeli feladatok is? Persze, de zárkozottabb gyereknek azért, mert az lehet okos, az például tök nehéz, nem? Hát nem minden. Tehát Ben is olyan, hogy baromi oldott, de neki kell fél óra, míg ő fölméri a terepet. És egy olyan srác, tudod, bemegy, ott marad mellettünk, nézelődik, felméri a terepet, ha megvan minden, elindul, és 10 perc múlva már benne van a rumliban. De például egy zárkozottabb gyereknek azért nehéz, lehet, hogy is jó képességű, csak hát ott azonnal oldódni nem mindegyik gyerek bizony. Például. És nem hiszem, hogy van rá idő. Szerintem, tehát az nincs, hogyha, mert biztos segítenek, hogyha látják a gyereket. Meg kell, hogy vegyem ezt az iskolát, a kutyafáját, nem lesz más semmi. Fél kerülettel együtt vesz. De nem tudjátok még, hogy hova akarjátok reállatni. Mindegy, akkor megveszi. Nem lesz más megoldás, vennünk kell egy iskolát Benikének. Szóval igen, hát ez kemény. Csak áprilisban van eredmény? Aha, addig meg így malmozott. De miért? Mert sokan jönnek erre a kis, nem felvételire, hanem erre a kis képességfelmérőre, és akkor gondolom mindenkivel végigjátszhatják ugyanezt, aztán megnézik a eredményeket, és akkor meghúzzák a vonalat. Figyelj, úristen, ez nagyon gáz szerintem. Ennyi időt várni rá. Ilyen pillanatban az én gyerekem ott tart, hogy az egyik szül a Vikit azzal fogadta, hogy tudja, hogy a Benny csókolozott a Lottival. Hát mondom. Nem. Már mondta Viki, én csak otthon tudtam. És ezt, de aztán kikérdeztem a piskoz részletekről. És ezt honnan tudod? Én vagyok Lotti. Mondta az anyuka. Igen. Na, de hát ez jó út, figyelj. Hát itt, most megcsinálom vele ezt a tesztet, hétvégig, majd megcsináljuk vele, kíváncsi. Még van egy évetek azért, neked én annyira örülök, hogy évvesztes. Én annyira örülök, hogy évvesztes, komolyan mondom. Az egy olyan
meghitt állapot, hogy tudom, hogy még van egy éve, egy évet még játszhat, egy évet még érhet, tudod, 6 évesen azért még nagyon sok gyerek nem való igazából iskolába. Ugye most a 3 éves óvodai kényszer miatt ugye menniük is kell, tehát nagyon sok óvoda lögdös ki olyan gyerekeket is, akik egyébként ugye nem iskola érettek, csak jön az új és a létszám miatt, ugye ki kell őket rakni. De hogy Benni, októberi, ezt én imádom. Tehát konkrétan nekünk már nem, hogy stresszelni kéne azon, hanem már ugye veletek együtt felvételét írni valahol. Tehát, hogy, és az jó, az egy év, az még ott úgy kibéleli a gyereket, tudod, még úgy játszhat, fejlődhet, okosodhat. Panna is novemberi, ugye mi is egy év pluszban vagyunk. Az kell. Szerintem az jó. Meg menőzhet bent az olyba. Én évvesztes vagyok. Az mit jelent? Nem tudom, de menő. Igen. Igen, a kicsiknek igen. De egyébként tök jobb, például a mi óvinkban tanulnak március 15-éről. Én nem emlékszem, hogy már óviban erről tanultam volna, de lehet, hogy azért, mert nem emlékszem az óvodára se, csak mondjuk na, ugye? Egy-két momentumra. Tudom, melyik óvi volt, Mókus utca általános iskola, óvoda, stb. Be kellett volna járni. Az is igaz, hogy már ott nyilvától elkezdett lógni. Igen, de mi maradt meg belőle? Az óvodában. Az óviból, az osztálytársaim, akik aztán átjöttek általános iskolába, maga az aula, a termek, tehát nagyon sok mindenre emlékszem, a műanyag poharak, a teának az íze, ami keveredik a műanyag pohárral. Meg, hogy egyszer beszorult a fejed a szénledobóba. Hát, ha egyszer fordult volna elő, akkor az nem lenne egy neuralgikus pontja az életemnek, mert naponta 3-szor beszorultam a kerítésbe is, mikor másztam át a labdáit. Így azok szörnyű pontok. De hogy mit kezdtem el mondani? Ja, hogy tanulnak március 15-éről. Ez jó. És ez tök jó. Kokárdát csinálnak. És arról meséltek a Benni, mikor egyik nap hoztam haza, hogy valakit kiszabadítottak a börtönből. Egy bejátszottam, hogy okos vagyok, mondom, Táncsics volt az gyermek. Aha. És de ezeket tanulják. Azért de kit? Az Ambrus Attila? Nem. A Farkas nem. Péter? Ne. Már hagyjuk. Apa hülye vagy, Táncsicsot mondtad, de ezt nem tudod. Szóval, hogy tök jó, hogy ilyeneket tanulnak. Nem? És hogy szabadságharc, és ez mit jelent, és hogy már ezzel őket azért így megbarátkoztatják, hogy ez később nekik is fontos legyen. Mondjuk egy március 15-e, ami azért jó, ha fontos a mostani generációnak is, akik nyilván egyre távolabb kerülnek ettől, meg ezen eszméktől, de hogy azért ez tök jó, hogy tanulják. Ez nagyon jó, ez nagyon pozitív. Igen. Na jó van. Mondd majd, hogy mi az eredmény. Jó, izgulok én is. Kíváncsiak vagyunk. Megmondd már a kettes kérdésre a választ, mert nem. Ja, mindenki. Összeült a család, és nem tudjuk, nem tudjuk megoldani. Igen, hogy mi lesz abból, hogy pont botra egy szőcske. Készen van, ami... Hát, én rajzoltam valamit, de nem az volt a jó megoldás. Nézzük az SMS-eket, van egy-kettő, az, hogy a naptej megóvja a szemet a leégéstől, kenjetek a szemetekbe a naptejet, nem fogtok megvakulni. Írja nekünk egy hallgató. Tönkreteszi a kamera érzékelőjét, visszautalva a napfogyatkozásra, úgyhogy vigyázzon mindenki. Mi pedig jövünk mindjárt, jó, a nap legjobb pillanataival. Ha valaki nekünk küld még a nagy balesetekről közlekedési híreket, annak nagyon örülünk. Egy pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival vissza. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. Élő kép van a Feröer szigeteki napfogyatkozásról, felhős az ég. Szegények, ők ott azt akkor egy picit benézték. Szegény. De ugye? Legalább több halas hamburger fogy majd. Hát más nem nagyon tudsz csinálni, mint eszeget. Oda utazol, elköltesz egy csomó pénzt, hogy láthasd, és felhős az ég. Látszik valamennyire, de nincs olyan szikrázó napsütés. Most már sem ennyire. Az kemény. Az kemény. Szegények. Azt lehetett látni még a felhők mögött, így a napkorong azért átsellett, és hogy beúszik a hold, tehát egy nagyon kicsit már kitakart, de hát innentől kezdve lenne érdekes, és most már teljes káosz van. Ó, hát sajnálom őket, szegény, oda utazol, nem? Elköltesz egy csomó pénzt, és utána bámulod a felhőseget. És oda képzeled, hogy most történik. Most, nyilván most, az árnyalatokat látod, hogy sötétebb van. Igen, a teljes elsötétülés az meg lesz jön, mint nálunk 99-ben, de magát az esemény nem nagyon fogják látni, ha csak addig nem történik valami, még van egy órájuk. Igen, a teljes elsötétülésben egyébként az volt a jó Balatonon is, amiről már beszéltünk, hogy a természet is elhallgatott. Tehát, hogy az addig csivitelő madarak, sirályok, gólyák, sisakos kazuárok, boilis pontyok, és minden más, ez is csak elhallgatott. És tök csönd volt, mikor teljes napfogyatkozás volt. Arra emlékszel? Összezavarodtak az állatok. Igen, összezavarodtak, elmentek aludni, mert azt hitték, hogy este van. És aztán, hogy jött vissza a fény újra, elkezdtek énekelni, de zenélni. Teljes elsőtétülés, ez elég, hogyha nézed az Eden Hotelt, nem? Nem. Nem. Ott csak részleges. Ott részleges napfogyatkozás van, teljes elsötétülés, a kísérő műsor van. A kísérő műsor, az, nekem az a kedvencem. Én az Éden nem nézem, mert nekem az előző széria jobban tetszett. Na, a kísérő műsor. Ott van a pusztítás. Van ott mindenhol. Ott a pusztítás. Én imádom. Én azt nézem. Én bevállalom. Kvíz kérdés. Mi Costa Rica hivatalos nyelve? Éden egy. Finn.
Éden kettő spanyol. Na vajon melyik? Hát szerintem. Jó napot kívánok, mondd meg, hogy adásban vagyok, finn. Így van, nyert egy mosógépet. Ez adásban volt konkrét. Jézus. Nagyon. Mi mondom, a kísérő műsorban néz bele, az nagyon jó. Szerintem az érdem, szerintem jó formátum. Na, csak kellő távolságtartással kell kezelni ezt is. Nekem az előző casting egy kicsit jobban tetszett, meg az előző megoldások. Most egy picit kiszámíthatóbban zajlik ugyanaz, mint az előző szériában, de szerintem szerethető formátum volt. Kiberháború zajlik, ugye erről beszélgettünk kora reggel, felhívtuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, Nógrádi Györgyöt, és arról beszélgettünk, hogy valódi kiberháborút indította az iszlám állam Magyarországon, mert hogy egy magyar weboldal kezdő oldala cserélődött le egy szunnita videóra, ami arra enged ugye következtetni, hogy az iszlám állam hekkerei feltörték. Beszélgettünk arról még a Nógrádi megszólítása előtt, hogy valószínűleg, ha ez komoly lenne, akkor nyilván ennél sokkal komolyabb honlapot vettek volna. Hát, hogy is mondjam, zár alá, vagy törtek volna föl. Itt ugye egy szállást közvetítő oldalról van szó, azóta azonban ez az oldal nem működik, lefagyott, és nem tudják helyrehozni. De ezzel mondjuk nagyon súlyos károkat okoztak, mert egy ideig csak nagyon drága szállásokat lehetett igénybe venni. Igen, fölhívtuk Nógrádi Györgyöt, mondja erre előre a véleményét, valamint megszólal Zoltán is, aki egy webfejlesztő cégnél dolgozik, elmondta az ügyről a véleményét. Valamint elkötöttek egy buszt Kecskeméten, és hát ezt a történetet mi nagyon szerettük, próbáltuk kitalálni, hogy a fenébe lehet elkötni egy buszt utasokkal, busszal, ruhával, teljes paripával, fegyverrel, hát teljes fegyverzetben. Hát és valójában összeíti, hogy lenyűgözött minket az a fajta fanatizmus, ami ezt a fiatalembert jellemezte, aki mindenféle tekintetben felkészült erre a bizonyos akcióra. Igen, hihetetlen profi volt. Robit is megszólaltatok, aki buszsofőr, elmondta, hogy egyébként egy Ikarus busz nem is annyira nehéz vezetni, és mondott még egy-két megdöbbentő dolgot, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc nap, pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Na, belenéztél a napba? Még nem, mert hát én hallgatom a Klassz FM-et, és a műsorvezetők és a hírszerkesztők is folyamatosan mondják, hogy ne nézzünk bele, mert hogy akkor megvakulhatunk, és én nagyon félek a vakságtól, mert akkor nem találnék ide, aha, és nem látnának titeket. De hogy te elégedzett vagy szembeülsz Balázzsal. De csoda, hogy csukott szemmel teszem, ezért rádió. Csoda, hogy még nem éget köretinád, igen. Na jó, még, akkor még nem mertem ránézni soha, szép gyerek. Mutatós. Sugárzó. De akkor nem is tudjuk, hogy elvileg zajlik már, nem? Tehát valami már történik. Már be kellett, hogy ússzon a hold egy darabja. Én most kicsit szolidarítok a Feröer-szigetekkel, komolyan. Azért jobban ülnék ott, mint itt az ülői úttal szemben, vagy a felüljáróval szemben még mindig, de hogy álltok, full felhő. Semmi. De ti emlékeztek arra, ami itt Magyarországon volt teljes napfogyatkozás. Igen. Igen. Hát akkor nálunk is nagy turista áradat volt. Brutálisan sokan voltak. Igen. Ez gyönyörű volt, a Balaton partjáról néztük, azt szerintem. Sose felejtem, mert annyi koromüveget szerintem emberek nem gyártottak, meg szereztek ami nem mindenféle jó, eszközöket. Azt hittem azt mondani, hogy sose felejtem, mert annyi pénztárcát loptam a sötétben. Soha nem felejtem el azt a sokára okod embert, akik keresték a napágyaikat, a törölközőiket és a hűtőtáskát. Gyerekek, én még akkor rockstar voltam, mire felébredtem, újra világos volt. Azért mondom, hogy nem mondod a többi ennek. Gyerekek, magamhoz értem. Igen. Hát. Gyerekek, sötét van, most menjünk, lopni gyerekek, 3 percig tart a sötét, vigyünk el mindent. Ez színpadon a szíkszíg! Te hülye hangya! Napfogyatkozással senki nem látszik. Jó is az. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó, gyerekek. Gyerekek. Ne folytasd, kérlek. Morning Show. Hello. Hello. Hello, jó reggelt. Sziasztok. Ciao. Nem tudtam rá, hogy hívtok, mert őrületes nagy baromságot írtam így utólag, aztán elgondoltam átva, de alá nem mertem írni. Hogy hívnak? Igen, nem írtad alá. András vagyok. András, hello, igen, nagyon szellemes volt, amit kérdezi, annyit írtál, csak a nap tej nem bóvulja meg a szemet a leégéstől. Mi ezt nagyon szeretük, néhányan talán még komolyan is veszik, de mi szerettük az SMS-t, úgyhogy te vagy ezzel a naphallgatója. András, hol hallgatsz minket? Éppen úton vagyok, helyileg Pécsen lakom, most már Budapesten voltam, jöttem fel hajnalban, mert húsz szállítok, és az M6-osan haladok hazafelé. Trafit nem láttam, lehet haladni.
A M6-os, a Szellem autópálya, nem? Hát ott igen, nagyon, igen, most sincsen nagy forgalom, de... Ne is legyen. Nem tél szeretem. Igen. Megyünk a hétvégén. Igen. Köszi, küldjük neked az ajándékcsomagot, és tényleg köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, jó hétvégén. Hello. Hello, András, ciao. Na, mi a recept? Kérlek szépen, közeleg a húsvét, ha valaki nem vette volna észre, amely gyönyörű ünnep több okból kifolyólag is, és én már arra készülök, mert hogy ugye jövő héten pénteken mi nem vagyunk adásban, tehát akkor nem lesz húsvéti recept, meg lehet legalább rá készülni, fölfedezni a lelőhelyét, az elragadóan bűbájos, porhanyósan finom, irgalmatlanul jó ízű báránycsülöknek. Lehet. Ez jó hangzik. Igen, mert bárányt régen sokat evett a magyar ember, aztán az olaszok elvitték az összeset, mert ott nagy fogyasztók, és képzétek el, magyar bárány van kint. Halál komolyan. Imádják, és akkor egy kicsit lesz, ha vissza tudjuk hozni, akkor ilyen lesz. És azt mivel leszed? A kezeddel, és lehet, ha csontot fogod így a két végén, de késsel villával szoktuk egyébként. Tíz éves fiam szokott így válaszolni, szeretem. Gondoltam. Én kérlek szépen egy... Mit kérsz a levesbe? Kanalat, kanala. Én lecsós krumplit csináltam hozzá, de ehetett zöldsalátával, ehetett bulgurral például, és akkor a Tóth Gábor is imába foglalja a nevedet, mert akkor egészséges. És az is magyar a bulgur is. Az is, az egy nagyon régi híres a bulgur, a híres magyar étel. Igen. Nagyon jó utak vannak a bulgur tengerpartra. Csabikám, nem megzeni? Azt a zenekart hozom, akik az elmúlt fél évben minden csúcsot megdöntöttek, egy korábbi slágerükkel a rakparttal, és az új ugyan még nem döntögeti a csúcsokat, de szerintem mindent visz. Az a sor, hogy csak pózolok, hogy legyen like, hogy lásd, mit csinálnak a legendák. Ha Well Hello-ról van szó, apu vedd meg. Fantasztikus. A Flor Tomi is. Aha, igen, igen, a Diaz. A Diaz. Jó kis szám. Mondjuk stílusosabb lett volna a House of the Rising Sun. Úr is. Menjünk napfogyatkozás, nézi van, megyünk, szerintem. Igen. Autó sötétített üvege mögül, kérdezi egy hallgató. De a hátsó, tudod, ami fóliázó, tehát nem elől az a kicsi vékony, hanem a hátsó ablakok és sokan kiveszed, és... Ha átnéz rajta normál esetben, és sötét az ég, akkor igen. Tehát nem este, ez a teszt. Igen, ez a teszt. Ja, így mondod meg, hogy eléggé szűre. Hát ezt hallottam az Ákostól. Szerkesztőnktől. Összekapart valami hírt, nem tudom. Hagyjad már ő is. Menekülik. Valamit félreolvasol? Talált valami menekülési utat. Valamit mondani a kellett erről. Ránk senki ne hivatkozzon a személyzete. Nem, vigyázzatok magatokra, tényleg. Ne azért nézzetek bele, meg azon keresztül, mert ezt hallottátok ebben a műsorban, ez egy vicces, idézőjeles műsor, jó? 10 óra van pontosan, Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00, ez a telefonszám, én pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Jó hétvégét, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.